Gólzáporos, szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia, a terapeuta YouTube csatornán. Én Bíró Dávidok, és a mai este folyamán a széria át fogjuk kibeszélni, A-tól Z-ig, és ebben lesznek segítségemre olasz foci szurkolók, úgyhogy nézzük, hogy ki az, aki ma szakérteni fog olasz futballból. Egyrészt itt van velünk Bődi Balázs, aki egyrészt a lokibok.eu szerkesztője, másrészt a Semleges Térfél tagja is, de most, mint Juventus szurkoló van jelen. Üdvözlök mindenkit, így van, most a debreceni piros-fehér színnek helyett a torinói fekete-fehéret képviselem. Itt van velünk Vági Márton, aki a Grande Lazio szerkesztője, illetve az Il Nostro Calcio-nak szintén a szerkesztőtársa. Így van, én is üdvözlök mindenkit, jó esetleg a kedves nézőknek Róma szerbék feléről, ami nyilván a Lazio. Az Inter színeit Görög Péter képviseli. Szerbusztok, jó estét! És Nagy Vilmos, a Milán szurkoló, aki nem mellesleg a Nagy Keroblog szerkesztője is. Sziasztok, hello mindenkinek, Forza Milán. Látszik? Fordítva tartom? Nem, a saját képeden rosszul látod, hogy fordítva látod. Közben mondom minden a kedves nézőknek, hogy bármikor hozzá lehet szólni a műsorhoz, figyeljük a hozzászólásokat, hogyha bármelyik témában jönnek jó kérdések, vagy hozzászólások, azok természetesen be lesznek olvasva. Na de srácok, kezdjük azzal, hogy ugye kezdődik elvileg most a hétvégén a bajnokság, bár ezt ugye a genovai baleset ugye beárnyékolja, ez a hét baleset, és elvileg két mérkőzés mindenképpen elmarad, az egyik a Sampdoria Fiorentina, a másik pedig a Milán Genoa találkozó, de többen jelezték, például a Juventus is jelezte, hogy nem szívesen játszanak a temetésnek a napján, úgyhogy még az is előfordulhat, hogy nem most szombaton lesz a start és a rajt, hanem kicsit csúsztatva későbbre tolják. Na de hogyha lesz rajt most hétvégén, ki hol fogja nézni ezt a rajtot? Hát akkor kezdem én streamelni fogom. Kezdjük streamelni. Én streamelni fogok, az biztos. Vagy hát a Milan meccs hiányában ugye nem tudom, még a, most ez nagyon friss hír, hogy elhalasztják a Milan meccset. Úgyhogy majd ki kell választanom, hogy melyik csapatra vagyok kíváncsi a Milánon kívül. De én streamelek. Már évek óta ezt csinálom, úgyhogy mivel digim nincs. Bár... Ez milyen nyelven nézel egyébként, olaszul? Amilyet találok. Okay. Peti? Hát gyakorlatilag most a stream, ami talán fixre vehető, illetve én általában utazok hétvégén, úgyhogy gyakorta csak telefonról vagyok képes követni, úgyhogy az egyik nyelven, majd maximum valami feliratot találok, de nem is baj, hogyha nem hallom ezt a kommentátást, úgyhogy én abszolút streampárti voltam eddig is. Én is Ádám a streamelek. Egyébként most kötöttem Digi előfizetést először, és most úgy néz ki, hogy nem ott lesz az olasz foci, tehát lehet, hogy ez nem volt olyan jó döntés, de alapvetően stream párti vagyok én is. Balázs? Én inkább a TV párti vagyok, bár tényleg néha a hazai kommentátor had, főként mondjuk Egri Viktor eléggé ki tud akasztani, hogy mondjuk ne a Digi Sporton kövessem az olasz focit, de hát most kénytelenek vagyunk a streamhez folyamodni, ugye. Jelen állás szerint nincs magyar csatorna, amelyik közvetíteni fogja az első fordulót. A stream egyébként mennyire hátrány? Tehát pont a magyar szó hiánya az mennyire hiányzik egyébként nektek a közvetítésben, vagy egyáltalán nem ad hozzá semmilyen pluszt? Hogyan értékelitek ezt? Most mondjuk visszafelé, Balázs, kezdjük veled. Van egyfajta feeling egyébként annak, hogyha nem nincs kommentára a meccs alatt, tehát vannak olyan streamek is, ahol egyáltalán nincs. Nyilván van, akinek mondjuk jobb, ha mondjuk érdekes infókat hall a magyar kommentátoroktól, bár nem tudom, milyen érdekes infókat tudnak megosztani, amit mondjuk egy közepesen érdeklődéssel bíró néző nem tudna esetleg. Ha streamen nézek meccset, általában az orosz streameket szoktam nézni, azok elég jó minőségűek, vagy vannak még az arab közvetítések, annak is van egy feelingje. Egyébként, tehát így konkrét tippet tudunk adni, itt nyugodtan be lehet mondani egyébként bármilyen weboldalt, hogy hol érdemes szétnézni. Igen, tehát most a héten jelentették be, hogy a Tipmix Pro-n a teljes Serie A szezon összes meccsét közvetítik. Ja, igen. Tehát ez is egyfajta opció. Marci, te hogyan állsz ez a streamhez? Ez egy tök jó dolog, vagy most ugye azért próbáltad dégézni, hogy hát, hogyha akkor ott tévézni tudsz? Hát alapvetően, hogyha a Digi fog jönni a meccset, akkor nyilván ott fogom nézni, de
de az elmúlt évben hozzászoktam a streameket, tehát most már HD streameket lehet találni két angolul, olaszul, mert én oroszul vagy arabul nem annyira szeretem nézni, mert egy szót nem értek az egészből, nyilván. De szerintem a mai világban már nem nehéz jó minőségű streamet találni. Rengeteg weblapon lehet vírusmentesen, reklámmentesen keresni. Egyébként Olaszországban próbálkoznak olyan közvetítéssel, ahol a közvetítés közben tudsz váltani a kommentátorok között, hogy ugye A vagy B csapatnak szurkolsz, tehát hogy mondjuk ugye Inter vagy éppen Milán szurkoló vagy, akkor annak a kommentátornak a stílusában és a hangjában hallod a mérkőzéseket. Egy ilyet el tudnál képzelni itthon, mondjuk Peti, ez imponálna neked? Hát gyakorlatilag nekünk innen jött ugye az ötlet az alternatív hangsába, hogy egy normális boxon ugye ezt át lehet állítani. Hát én nem ez vagyok, akinek normális boxa van, úgyhogy nekem ez pont nem sikerül. De igen, szerintem ez egy abszolút jó kezdeményezés, mert ugye valahol mindig érezhető a részrehajlás szerintem, minden egyes meccsnél. Tehát, hogyha nem kimondottan valamilyen szurkoló valaki, bármilyen meccset nézünk, akkor is valakinek hát szurkoló. Igen, szerintem az is részrehajlás, ha valaki mondjuk nincs teljesen tisztában, hogy mondjuk kinek a nevét mondja, most akár szerintem itt olasz fociba bármelyik csapat nevében mondhatom, hogy sokszor van az, hogy félre mondanak, vagy olyan nevet mondanak, aki már nincs is csapatban. Tehát... Mili? Hát ugye én a digin nézném, hogyha lenne. Ez a stream, ez ilyen második megoldás. Hát igazából amilyet találok éppen, ha arab, akkor arab, ha orosz, akkor orosz. Nekem mindegy, a lényeg, hogy a pályán mi történik, az, hogy mit beszélnek mellé, az annyira nem... Le is szoktam halkítani általában. Úgyhogy ezzel a kommentár nem érdekel annyira. Jó, na akkor kezdjük a nyári történésekkel. Igazából is muszáj vagyunk megragadni nálad, Vili, már csak azért is, mert a te csapatod végzett leghátrébb a tavalyi szezonban. Ugye hatodik helyen végeztetek. Hát még tavaly, mikor nekiindult a Milán egy nagy bevásárlásnak, akkor úgy volt, hogy ti most aztán Irgun-Burgumot a Juventusnak alápirítottok. Hát alápirítottatok, csak még jóval alá, ugye. Hát valóban ez egy hosszabb történet, ugye még... Zunga-bunga Berlusconi elhúzódó tárgyalásokat folytatott hát jó néhány vevővel, és akkor egy kínainál kötött ki. Az volt ugye, bocsánat, hogy ilyen messziről indulok, de hozzátartozik a történethez, hogy ugye azért húzottak el ennyire a tárgyalások, mert hogy azt mondta a Berlusconi, hogy mindenképpen a Milánt azt jó kezekbe akarja helyezni, hogy olyan biztos és prosperáló legyen ez az ember, aki majd a Milánt ismét felvirágoztatja. Na most, hát Jonghong Lee-nek hívják az úriembert, és sikerült nagyjából egy év alatt kifutni a pénzből. Már eleve a vétel is egy hedge fundon keresztül, egy kölcsönön keresztül ment, és ezt nem tudta visszafizetni egy év után, szépen bevásárolt, feltett, igazából azt gondolom, hogy feltett mindent egy lapra, hogy bejutunk a Bajnok Ligájába, és akkor azokból a pénzekből vissza lehet forgatni a kölcsönt is, meg lehet tovább építeni egy csapatot, csak hát ez Montellával, meg a többiekkel nem jött össze, és kénytelen volt megválni a csapattól, és átkerültünk az amerikai hedge fund kezébe. Kérdezik is a chaten, hogy örülsz-e az új tulajdonosnak? Hát olyan szempontból igen, hogy hát már látszik abból is, hogy az UEFA hogy kezelte ezt az egészet, ugye megbüntettek minket, mert nem találták. Igazából a tulajdonossal volt problémájuk, mert amikor Jonghong Lee átvette a csapatot, már akkor egy-két hónapon belül a New York Times, meg a Financial Times is cikkeket közölt, hogy ez az ember, nincs normális anyagi háttér az ember mögött, vagy legalábbis ők nem tudtak semmilyen szállat felgöngyölíteni, nem tudják, hogy honnan származik a pénze, létezik egyáltalán ilyen, és hát Jonghong Lee először felháborodott, majd egy ilyen furcsa videóüzenetben otthon a felesége mellől mondta, hogy jaj, megsértették őt, meg akármilyen, de létezik a pénz, csak ezek az a csúnya amerikaiak nem ismerik a kínai gazdaságból, hogy lehet kihozni a pénzeket, szóval ilyen nagyon furcsa volt az egész, és igen, hát az UEFA nem véletlenül büntetett meg minket, és amikor átkerült az amerikai kézbe, akkor láss csodát, nem tudom, két hét telt el, vagy egy hónap se, és már is még a büntetést is visszavonták.
Úgyhogy ilyen szempontból örülök neki. Ezek üzletemberek, szerintem nem sokáig fogják megtartani, vagy hát legalábbis azt mondták az elején, nem sokáig akarják megtartani magát a klubot, ők pénzt akarnak, vissza akarják kapni a kifizetett kölcsönt, illetve ha lehet, akkor annyira felfuttatják, hogy egy normális vevő több pénzt fizessen majd a Milánért, mint amit ők befektettek. De akkor azt gondolod, hogy most ez is egy ideiglenes állapot, és majd előbb-utóbb jön az igazi befektető, az igazi tulajdonos? Hát ők is ezt nyilatkozták, hogy ők nem akarnak klubot, ők igazából csak kezelik ezt a dolgot, ez a kezükbe, hogy mennyire, nem tudom, hogy a háttérben mi ment, de valószínűleg ők ezt tovább fogják adni. De egyelőre, amit csinálnak, tehát hogy hát egy olyat képzeljétek el, mint a Gordon Gekko, tudjátok, az a tőzsdecápákban az a csávó, hogy ő pénzt akar, befektet, ahol pénz kell, kölcsön ad, és akkor rárak egy csomó százalékot, és ők pénzben gondolkodnak egy csomó ilyen, mert ez maga a társaság, ez az Elliott társaság, ilyen 40 éves, tehát ők rengeteg ilyen bizniszben benne voltak világszerte, mindig forgatják a pénzt, próbálnak olyan helyekre pénzt rakni, amiből majd később profitjuk lehet, és a Milánt, mint egy ilyen biztosítékot, ugye megkapták a Jonghongli kölcsöne mellé, és azt gondolták, hogy a Milán, ez a klub, ez egy akkora biztosíték, hogy emellé, az ügy mellé betesznek egy pár milliót, azt hiszem 300 millió, vagy mennyire volt szó. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy ők rendbe fogják, tehát ők tudják, hogy hogy kell pénzt csinálni, tudják, hogy hogyan kell keményen, hogyha teljesítmény kell, akkor mit kell csinálni, mik a lépések, hogy kell tisztogatni, és ezt nagyon gyorsan el is kezdték. Tehát, hogy a Jonghongli-t szépen eltávolították, hát, hogy elment ő magától is, és akkor a Fassone Mirabelli, akik intézték tavaly az igazolásokat, őket is szépen eltávolították az összes emberrel együtt, és visszahozták Leonardo-t, Maldini-t, tehát amit eddig csinál, meg az igazolások, amiket eddig csináltak, én abszolút meg vagyok velük elégedve. Aztán meglátjuk, hogy meddig lesznek. Ugye itt arról volt szó, hogy a biztosíték az maga a Milán brand. A klub, igen. De ez mekkora értéket képvisel manapság Olaszországban? Tehát tudjuk, ismerjük a múltját, ismerjük a BL címeit, a bajnoki serlegeit és a kupa győzelmeit, de az utóbbi mondjuk egy évtized az nem éppen a Milánnak az évtizede volt. Hát pont, nagyjából 10 éve nyert bajnok ligáját a Milán, úgyhogy hát meg azt hiszem azóta egy bajnoki cím volt. Hát figyelj, most pénzben kifejezve, mert... Nem, inkább mekkora a respektje, mekkora a társadalmi ismertsége szerinted egyébként, vagy egyáltalán a futball közegben most hogy tekintenek a Milánra? Hát figyelj, én nagy respektel állok a Milánnal szemben, de az, hogy a többiek mennyire respektálják most jelenleg a klubot, azt nem tudom. Figyelj, na, viszont nem mi tudjuk, hogy megkérdezzük a többieket, hogy ők hogyan gondolnak most a Milánra. És rögtön Pétert kell megkérdeznem, ugye, a városi időjárást, hogy te, mint interszurkoló, hogyan tekintesz a Milánra most? Én úgy vagyok a Milánnal, hogy igazából velük semmi probléma. Egy egészséges rivalizálás van ugye egy városon belül gyakorlatilag. Én szeretnék egy jó Milánt, tehát azért én mindig azt gondolom, hogy ugye már fiatalok vagyunk, de ha belegondolsz, ugye kedves milános kolléga, voltak ilyen meccsek, hogy a Rui Costa és a Materazzi egymáson könyökölve nézték, hogy felrobban a stadion, és igen. Ugye ez már ides, szóval lassan 10 éve volt. Van egy ilyen bögrém is, igen, az egy ikonikus kép. Így van, tehát és ez csak ugye az egyik, ugye a 2009-es, 10-es évre kanyarodnék talán vissza az elején, ugye, amikor az Inter történelmi triplát írt, és utána ugye a mélyrepülés, bár ha jól emlékszem, talán az utána lévő szezon meg pont a Milán nyerte, vagy az előtte lévőt, már nem tudom pontosan. Hát az előtte lévőt meg utána egy pár évvel, 2 vagy 3 évvel. És akkor utána gyakorlatilag kézen fogva... Még egyszer van. 2011-ben lett bajnok a Milán, tehát a triplázás után évben. Akkor ugye a triplázás utáni évben a Milán lett a bajnok. Olyan és azóta tart a Juventusnak a dominanciája. Szerintem. Igen, lehet. Lehet. De hogy nekem kb. Az a ilyen utolsó emlékem, hogy az Inter és a Milán így karöltve mentek lefele a mocsárba, ugye egyre
cifrábbnál cifrább kezdőkkel, hát komolyan így legrosszabb 10 év van a mögöttünk szerintem. Pedig azért én láttam az Okanburukot meg az Emrét is egy csapatba játszani. Ugye most pont a Milánnál van ugye a török kollega. Igen. Szabadrugás specialista. Hát ugye azért annyira nem rossz. Nem, azért mondom, mondjuk az Emre az talán jobb volt. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, az intereseknek, a milánosokkal szerintem nincs akkora problémájuk, inkább a Juventus felé vannak ilyen. Igen, sejtettem, hogy ide fogunk kiukadni majd a Juventusra, de előtte Láció szemszögből, milyen ma ránézni a Milánra neked, Marci? Rossz. Tényleg Láció szurkolóként, hogy rossz. De a 2000-es évek közepén kezdtem el igazán nézni a focit, az a KK, Gattuso, Pirlo, Szevcsenko féle Milán volt, Nesztával, Maldinivel, az egy korszakos csapat volt. Most ahhoz képest most olyan játékosok rohangálnak ott, hogy így szinte a nevüket alig lehet tudni. Most az elmúlt 1-2 évben igazoltak jobb játékosokat. Most talán azt mondom, hogy az elmúlt 5 év legjobb Milánja mostani lehet, de azért ez a Milánhoz méltatlan. Ezek a játékosok, ez a szereplés, és azt gondolom, hogy az idei Milánnak az edzőposzt lesz a legnagyobb problémája. Tehát szerintem a Gattuso az, aki gyenge ez a kerethez. Az alapban, de nem rossz kerethez gyenge a Gattuso, szerintem. Hát a Montellához képest sokkal jobb. Én szeretem Gattuso. Az lehet. Én megadnám neki azt, hogy egy évet, tehát hogy tavaly ugye fél évnél, vagy valahogy úgy vette át Montellától a keretet, és akkor nagyon gatyába rázta őket, akkor mentünk egy, hát Milánhoz képest, a mostani Milánhoz képest nagyot, úgyhogy egy pár 5-6 meccsen, nem is tudom, lehet, hogy többen is nyertünk folyamatosan, de hogy biztos nem kaptunk ki. És akkor jól is nézett ki, tehát hogy Gattuso mentálisan nagyon jó, az, hogy tanulni hajlandó, az is biztos, mert ő nagyon alázatos játékos is volt, meg edzőként is úgy tűnik nekem, hogy ő, hát ő nem volt az a virtuóz soha játékosként, de nagyon alázatos. Tehát, hogy látszik rajta, hogy szeret tanulni, meghallgatja a másikat, a szakemberek, bele szoktam nézni néha így az edzésbe, hogy mit csinál, és szerintem én biztos, hogy én is megadtam volna neki azt az esélyt, hogy egy évet, tehát az elejétől kezdve csináljon. Ha nem is végig, de nézzük meg, hogy mit tud. Majd erre mindjárt ki fogunk térni egy kicsit a Gattuso-nak a teljesítményére, már csak az is megkérdezik, de előtte Balázsnak megkérdezzük, hogy hát röhögsz a Markodban, miközben Milánóról van szó? Nem feltétlenül, ugye én is, amikor bekapcsolódtam az olasz focinak a vérkeringésébe 2000-es évek elején, azért akkoriban még egy nagyon erős Milán, egy erősebb Inter volt, akik így hárman ez a csapat a Juvéval kiegészülve dominálták a bajnokságot, de mögöttük sem volt akkora szakadék. Hát egyértelmű, hogy az anyagi helyzetben nagyon nagy lemaradása volt most a Milánnak az elmúlt években, szerintem ennek volt köszönhető az, hogy egyszerűen képtelenek voltak a kiöregedő nagy generációt megfelelő minőségben pótolni, de én is úgy látom, hogy most az idei keretük azért már eléggé jól néz ki. Jó, na akkor térjünk vissza most Gattuso-ra. Valahogy a Milánnál ugye az a helyzet, hogy az ex-sztárokat teszik be a kispadra, tehát itt volt ugye Zédorf, ugye Montella, Inzaghi, most Gattuso, tehát nem lehet, hogy inkább edzőt kéne nem klubbikont a kispadra szervezni? Igen, ez a Zédorf, Inzaghi vonal, ez nagyon nem jött be, bár Inzaghi most alulról építkezve a Venéciát egész szépen felhozta a másodosztályba, meg ott is egész jól szerepeltek, de ez tényleg nagy, tehát túlságosan elhamarkodott lépés, akkor nem kellett volna, az mély víz volt nekik, semmi tapasztalatuk nem volt még, se az Edolfnak, se Inzaghinak, igazából csak az utánpótlásban dolgoztak előtte, talán az Edolf még ott se, nem emlékszem. De tényleg ez nagyon gyors volt, bár Gattuso is ugyanígy van, de én látok különbséget. Tehát Gattusónak valahogy van respektje a csapattal szemben is, a kerettel szemben is, meg nem voltak rossz húzásai taktikailag sem szerintem, úgyhogy remélem ez jobban fog elsülni, mint a Zédorf. Egyébként Zédorf, azt hiszem, a kameruni válogatottnál kötött ki most a... valakivel. Igen. Elhapolt a Lékensz elől a pozíció. Ja, igen. Azon nagyon röhögtem. Úgyhogy jó duó lesz ott. Meg Lékensz lehetne egy tanácsadó, vagy valami ott. Á, igen, Dolnak is bejött ez, ugye? Na, visszatérünk. Peti?
Igen, gyakorlatilag ugye a Milánnál szerintem azért sem működtek ezek a Simeonén felbuzdulva mindenki edző akar lenni vonal, ugye, hogy akkora elvárás volt, amit ugye említettél. És ugye a brand, a Milán, hogy ott leülsz, és akkor egyből ott nyerje 15 meccset, és akkor csak úgy maradhatsz a fenekedem. Ugye Zédorf is egy elhamarkodott döntés volt, nyilvánvalóan az Inzaghi is, de most nem azért, de nézzük meg a kis Inzaghit, hát ő meg gyakorlatilag csodát tesz a Lációnál, imádom, ahogy felrakja. Mert ugye ahogy hozzááll az egészhez, tehát komolyan mondom, szerintem itt tényleg időről van szó, de nyilván most már ott járnak a régén általunk ismert, ugye fociz, tehát akiket láttunk fotballozni, ott járnak most korba, hogy mindenki lassan edző lesz. Ki több, ki kevesebb sikerrel, és hát tényleg, hogy a Milánnál ugye szorított a gatya, hát az Internél és a triplázás óta szerintem meg sem tudom számolni, hány edző volt. Nem is akarom, mert szerintem már scrollozni kéne a Wikipédián, hogyha így ránéznék. Úgyhogy igen, gyakorlatilag ennyi. És a Gattuzóban némileg van, igen, talán annyi, hogy ő meg tudja tüzelni ugye a srácokat, tehát ez tény, ezt mindenki látja, hogy ott pattog a pálya szélén. Talán ez adhat nekik erőt, de abban viszont igazat adok én is, hogy nem biztos, nem hiszem, hogy ő elég lesz egy BL-es helyre. Balázs? Igen, azért ez valamilyen szinten azért kényszerhelyzet is, hogy ilyen saját kötődésű edzőköz nyúlnak a csapatok. Ugye egyrészt nehéz most Olaszországba nagy nevű szakembert elcsábítani. Másrészt ugye a Juvénak nagyon bejött Conte 2010-es évek elején, úgyhogy utána azért elég sok csapat próbálkozott kisebb-nagyobb sikere. Hát egyértelmű, hogy a Lációnál ugye bevált Inzaghi, de hát a Milán eddig még nem sikerült, hogy eltalálja azt a klubikont, akiből tényleg jó edző lesz. Egyébként, bocsánat, csak egyébként pont Contét hozzák szóba, hogy őt kéne elhozni a Milánhoz, szurkolók is beszélnek már róla. Én megadnám Gattuzónak az esélyt. Tehát, talán még annyi, hogy én azon lepődtem meg, hogy az Ancelottinek eszébe se jutott a Milán. Tehát, hogy ez a Napoli-Ancelotti páros, ez engem totál meglepett. Azért nem, mert akkor még a kínaiak voltak. Szerintem ugyanaz volt a Maldini, aki most visszajött, ő azért nem akart semmilyen szerepet vállalni a Milánba, még akkor sem, amikor a Berlusconi volt. Tehát már akkor is olyan zavarosak voltak a pénzügyek, meg nem volt tiszta a háttér, hogy a Maldini, aki egy nagyon intelligens figura, olyan, mint a pályán volt, azt mondta, hogy ő ebben nem akar részt venni, és amikor a kínaiak jöttek, akkor is azt mondta, a kínaiak is hívták, hogy mit tudom én, legyen valamilyen posztja, de arra is azt mondta, hogy ő ezt nem, tehát hogy köszöni szépen, hogy marad még a háttérben, és amikor az Eliot átvette az irányítást, ők is megkeresték, és akkor már azt mondta, ezért is nyugtat meg engem ez a dolog, mert Maldiniben bízom, és ő az ő értékítéletében, és ő azt mondta, hogy visszajön, ebbe már, ehhez már adja a nevét, és most tényleg egész jók is az igazolások, még nagyon jól dolgoznak együtt Leonardoval, de kicsit elkanyarodtam. Na de visszatérve a Gattuzóhoz, tehát mire vársz tőle? Milyen stílusú edző egyébként? Tehát, hogy játékosként ismertük, tehát ő volt igazából a pitbull a pályán, de mint edző, milyen Milánt fog fölépíteni szerinted? Hát ugye Montella próbálkozott mindenfélével, ami nagyon nem jött meg neki, és a keretet is a végére elvesztette az öltözőt. Nem bíztak már benne, nem jöttek az eredmények, sokszor beleszaladtunk nagyon csúnya vereségekbe, nem is a gólkülönbség, hanem a játék volt teljesen kétségbejtő, és amikor Gattuso átvette a csapatot, akkor egyből látszott, hogy összerántotta őket mentálisan. Úgyhogy ebben ő, igazat adok, korábban mondtátok ezt, ebben nagyon jó, az biztos. Az lesz a kérdés, hogy taktikailag mennyire tudja összeszedni magát, illetve mennyit tud felszedni ennyi idő alatt, mert az biztos, hogy szorgalmas, meg tanul, meg hallgat a tanácsadóira is. Milyen játékot várok tőle? Hát olyat, amilyen játékos volt, tehát harapjanak, menjenek, és támadó játékot most már tényleg, mert hát ez már nagyon hiányzik. És most meg is jött, ugye, Higuain a támadó. Na igen, akkor beszéljünk az átigazolásokról. Ugye Bakayoko, Higuain, akiről lehet szót ejteni. Reynár is érkezett, de szerintem ő csak a kispadra. Kalinic, ugye, aki még nagyobb igazolás.
mennyire vagy megelégedve, igazából komolyabb távozótok viszont nem igazán van. A Kalinic éppen elfelé megy, csak Kalinicet most kellett kifizetni, mert ő egy kölcsön opció volt. És be is jelentette az Atletico, nem? Igen, az Atletico el is vitte, és már mutogatta. Már fotózkodott is a kupával, így van. Igen, már fotózkodott a kupával ez a... Istenem, nem szerettem nagyon. Te mit a Horvátországgal is csináltott a VB-n. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy Kalinictől megszabadultunk, és ami nagyon tetszett, ez a Caldera Higuain Bonucci csere. Ez óriási. Ez gyönyörű. Óriási. Ez olyan, mint hogyha kötényt adtunk volna Juventusnak oda-vissza. Tehát ez... Szerintem nekik sem volt rossz amúgy. Igen, hát igen. 32 nem éves, értek egyet. 32 éves a Bonucci. Caldera az egyik legjobb fiatal olaszország ilyen tehetség. Hát mondjuk 24 éves, de... Románulira is ezt mondják, ugye? Igen, igen, és az Atalantában irgalmatlanul jól játszott, tehát annyira magabiztos ilyen fiatalon, meg tehát, hogy veszélyes is előre, fejjel is jó, megindulásai is, nagyon bátor, cselezik is akár, tehát nagyon rég láttam ilyen bátor fiatal védőt, én nagyon örültem neki, az Atalantát egyébként is csípem, akik onnan jönnek, rosszak nem lehetnek, úgyhogy én neki nagyon örülök, meg annak is, hogy ennek keretében Higuain jött. Mert az már a Milánnál nagy probléma nagyon régen, hogy nincs támadó. Tehát aki mondjuk legalább 15-20, arról nem is álmodtunk, de mondjuk 10 fölé menjen, olyan sem nagyon volt. Hát Kalinic tavaly 4 gólt rúgott, és ő volt Cutrone, az első. Talán. Igen, hát Cutrone meg fiatal, de hát remélem, hogy Higuain mellett az erős szóhoz jut majd. Ő meg ilyen kis Inzaghinek tűnik nekem, hogy mindig ott van, ahol kell, nagyon jól érkezik, nagyon tudja, hova kell mozogni, és valahogy mindig bepattan róla a labda, rúgott olyan gólokat, hogy itt a kapufáról vissza, vagy oldaláról be, tehát ilyen nagyon Inzaghi is, de nagyon lelkes is, még ilyen fiatalon is nagyon tudja tüzelni a csapatot. Úgyhogy... Na de visszatérve, igen. Bocsánat, Bakayoko játékát annyira nem ismerem, Monaco-ban emlékszem, hogy nagyon jó volt, de a Chelsea-ben a kollégák szerint már elég gyenge volt, úgyhogy várom kíváncsian, hogy most nálunk melyik arcát mutatja. Hát kell oda Kessié mellé valaki, aki ilyen védekező típusú játékos, mert Kessié végig tolta az egész évet, szinte pihenés nélkül, oda nagyon kell egy csere. Kijött még Halilovic, ő egy ilyen fiatal tehetség kategória. Igen, kezd már kicsúszni ebből a fiatal tehetség kategóriából, de egyébként nagyon ügyesen mozog a labdával. Hát kérdés, hogy mire lesz képes, meg tud-e újulni, meg kijön az, ami benne van, mert tényleg nagyon technikás, nagyon jó passzai vannak, lövései, hosszú indítása is jó. Bocsa, egy kicsit Halilovicról, ugye volt a Barcelonában, aki esetleg nem tudnának elmondani, én igazából így jön egy nagy coming out, én Barcelona szurkoló vagyok. Szóval lényeg, hogy amikor leigazolt a Barcelona Halilovicot, azonnal kölcsönadta, és utána még egy szezonra kölcsönadta, és utána már biztos, tehát esélyt se adott neki arra se, hogy a B csapatba játszon, tehát én belőle már nem nagyon hiszem, hogy olyan hú de nagy játékos lesz, tehát így Rakitic vagy Modric biztos, hogy nem jön ki belőle. Lehet, hogy ügyes a labdával, de én a helyedbe nem bíznék abba, hogy majd a Milán középpályát akkor majd ő fogja megoldani. Nem, én nem is arra gondoltam, hogy most ő fogja irányítani a Milánt, cserepadra jön, az biztos. Tehát, hogy ott a középpályán azért vannak elég jó játékosok, hogyha be kell szállni, egy-két, nem tudom, támadni kell a végén, kell valami kis kreativitás, arra szerintem jó lehet. Igen, kicsit ilyen Bojan Krikicses, ilyen örök wonderkid. Igen, igen. Van. Hát olyannak tűnik, meg elég sérülékeny is, úgy tudom, volt igen. Egy hosszabb sérülése, vagy kettő is. Igen, és azóta még jött Castillon a Villarrealból, az is egy nagyon jó igazolásnak tűnik, tehát oda a szélére kell a kreativitás, gyorsaság, ő is jónak tűnik, bár nagyon azon a poszton, én attól féltem, hogy nagyon azon a poszton játszik, ahol Suso, és azt hittem, hogy azért jön, mert hogy eladjuk, de egyelőre azt mondja Leonardo, hogy nem, hogy marad Suso is, úgyhogy nem tudom, hogy majd másik oldalon fog játszani, vagy csak Suso cseréje lesz, meglátjuk. Illetve aminek nagyon örültem, ez tegnapi vagy tegnap előtti hír, hogy a bal hátvéd Laxalt
Ő jött a Genoa. Internevelés. Internevelés. Na, remélem. Folyamatosan kölcsönbe hoz. Remélem, jó. Nekem nagyon tetszett a Genoában, mert nagyon gyors. Ugye nagyon alul értékelt játék. Igen. Szerintem is irgalmatlan, hogy jó ilyen. Most a VB-n is villantott azért abból, amit tud. Abszolút. Aha. Abszolút nekünk, jó volt. És nekünk ott a bal hátvéd poszton Rodriguez nem mondom, hogy rossz játékos, de nem volt jó nálunk. Favalli óta tehát... nagy az űr ott is, igen. Igen. Ja, igen, Favalli, ő volt az utolsó nagy bal hátvéd. Igen, szóval ő neki nagyon-nagyon örülök, úgyhogy a hátvéd sor az, hogyha Conti felépül, aki szintén az Atalantából jött, ő nagyon pehes volt, mert tavaly megjött, és azonnal megsérült, és lényegében egész évben sérült volt, aztán amikor visszatért volna, megint rásérült, úgyhogy remélem, hogy nem ez az üvegláb típusú vége a karrieremnek típusú játékos lesz ő, hogyha felépül, akkor a hátvéd sorunk az nagyon rendben lesz, Conti, Caldera, Romagnoli, meg Laxaltal szerintem az egyik legjobb védelem lesz. Aztán középpálya is már úgy kezd erősödni, úgyhogy mélyítettünk ezzel a Bakayokóval, meg azért jönnek játékosok. A támadó rész meg Higuainnal, hát remélem, hogy ő már megrúgja legalább a 15-öt, talán a 20-at is, meg Cutrone is be tud jönni. Megszabadultunk André Silvától is. Ez már biztos? Jó igazás volt. Igen, hát ő Sevillában megy, nem tudom, hogy most kölcsön opció valószínűleg. Hát mondjuk őt kicsit sajnálom, mert azért tényleg van a srácban valami, csak nálunk nagyon nem jött. Csak az Európa Ligában villogott a selejtezőben, meg egy-két csoport. Oké. Okay. Na, és meg a többieket is. Péter? Csak visszatérve erre a csatár űrre, úgymond, ami lenne, volt, nemrég futottam bele a napokba egy érdekes cikkbe, ezt most a engedelmetekkel meg is hoztam röviden. Ugye Inzaghi 2012-ben letette a 9-est, és a következő csatároknak a teljesítményt szeretném mondani. Ugye Pato, amikor 7-es volt, akkor azért lövögette a gólokat, de 12-ben átvette a 9-est, rugott 2 gólt, utána jött Matri, 2 évig rugott 1 gólt, utána jött Fernando Torres 2014-ben rugott 1 gólt, utána jött Mattia Destro 2015-ben rugott 3 gólt, majd jött Luis Adriano, aki megduplázta ezeket, ugye 15-16-ban rugott 6 gólt, és ugye Lapadula volt 5 góllal az utolsó. Lapadula, de imádom. Én szerettem amúgy őt is. Én nagyon imádom őt. Úgyhogy alacsonyan van a léc, én azt mondom, a Higany már 10-zel is ki fog tűnni a... Igen. A 20 évvel későbbi évkönyvbe. Igen, erről beszélek, hogy tehát teljes sötétség volt. Kellett, ez nagyon kellett, én is azt mondom. De Lapadula ő nagy ász, őt nagyon szerettem, olyan mentalás. Ilyen tiribok is kinézetű. Igen. Okay, Marci? Igen, a Milan védelmére visszatér, hogy a rutin nem fog onnan hiányozni. Tehát azért ezek tehetséges fiatal játékosok, de jól tudom, mindig 25 év aluli, és azért nem annyira rutinos játékosokról beszélünk, vagy például vegyük Contit, vagy Calderát, akik eddig csak kisebb csapatban nyomás nélkül játszottak igazán. Hát, vagy olyan a Milan nem fogja őket megtörni. Hát igen, padon vannak azért öregebb rókák, Abate a széle, jobb szélen, középen van Strinic. Zapata, bár igen, Zapata meg Strinic van, igen, ő jött a Nápolyból. Zapata is kifele van. Szemdóriából. Igen. Ja, lehet, hogy Zapata már megy, illetve még ott van most nem jut eszembe, nem. Musakio, igen. Ő sem annyira fiatal már. Hát figyelj, azt mondom, hogy építkezzünk, tehát hogy inkább... Van egy Simis nevű fiatalotok is amúgy. Igen, hát ő nem a húzat. Nem a Dario, igen. Igen. Nem, hát figyelj, ettől nem félek. Én látva Calderát, meg Romagnoli teljesítményét tavaly, ők lesznek középen, szerintem ők azért el tudják ott irányítgatni a védelmet. Remélem, tényleg nagyon remélem, hogy Conti rendbe jön, mert hát Abate már nem az igazi. Remélem, hogy ott a jobb szélen is lesz egy villámgyors, mert ő is nagyon gyors jobb hátvéd. És akkor a bal oldalon Laxalt, jobb oldalon Conti fog felfutni, az elég jó lenne. Úgyhogy ettől annyira nem félek. Jobb, hogy maradt volna, bocsánat. Van olyan játékos a Milán keretében, aki azt mondod, hogy na, akkor most erre a srác érdemes odafigyelni, mert a következő szezonban durrantani fog valami nagyot. Hát figyelj, Cutrone, ő olyan tényleg, hogy annyira jó mentalitású a srác, csak tényleg
kiragadva egy tavalyi jelenetet, hogy volt egy olyan meccs, amikor azt hiszem 2-0-ra égtünk, vagy lehet, hogy 3-ra, és rúgott egy gólt, és valaki elrúgta a labdát nagyon messzire. És egyedül ő elszaradt, egy ilyen teljes pályás sprintet dobott a labdáért, és elkezdte hergelni a közönséget, és teljesen tűzbe jött a közönség, meg oda ment a játékostársaihoz, tehát nem tudom hány éves most pontosan, 19 vagy 20 lehet maximum a csávó, és ő hergelte az összes többit. És tehát, hogy annyira át tudja ragasztani ezt a gattúzós, meg inzág is gyertek, együk meg harapjuk el a torkukat mentalitás, hogy nekem, én nagyon remélem, hogy belőle jó játékos lesz, meg egyszer a válogatottba is majd bemutatkozva, vagyis hát lehet. Úgyhogy én őt emelném ki. Hát már be is mutatkozott a válogatottba. Igen, mert be is mutatkozott, igen. De úgy értem, hogy majd remélem, hogy megragad, és tényleg ő egy olyan játékos lesz, aki is sokszoros válogatott sok góllal. Mi lehet a reális célja a Milánnak egyébként? Hát én a BL, megint csak a BL tudnám, tehát hogy a negyedik helyet megcsípni egyelőre, én azt mondom. Tehát jó ez a keret, csak tavaly is az volt, hogy jaj, de jó keret, majd a Juventus megcsípjük. Bár én tavaly is ezt mondtam, de én remélem, hogy a negyedik helyet meg tudjuk csípni. Szerintem Juventus nagyon erős, Inter is nagyon-nagyon jól igazolt. Ott a harmadik, negyedik helyen nagy lesz a tulakodás, szerintem a Róma, Láció is elég jó. Napoli, igen. Úgyhogy ott kőkemény lesz, jó lesz ez a bajnokság. No. Közben írják, hogy Kutron 20 éves, úgyhogy igen. Nagyon fiatal még, abszolút. Jó, na akkor utazzunk át Rómába, és térjünk át a Lációra. Hát Marci, ugye a tavalyi szezon nem úgy sikerült, ahogy szerettetek volna, hogy a pontazonosság volt az Interrel, mégis, hát mondjuk, hogy ti szívtatok, annak ellenére, hogy a győzelmetek ugye több volt, és a gólkülönbségetek is jobb volt, és sokkal több gólt rúgtatok, csak hát az olasz szabályoknak köszönhetően maradt az Európa Liga. Ez tavaly mekkora csalódottságot okozott neked? Óriási. Tehát az a látszó Inter, hogy az utolsó forduló, 3-2-re nyert az Inter, hát az talán az egyik legnagyobb csalódás volt a focival kapcsolatban az elmúlt évben számomra, mert nem akarom megsérteni az Inter szurkolóit és az Inter csapatását, de azt gondolom, az előző szezonban a Lazio játszott a futballt, a Lazio játszott jobb futballt, és azt gondolom, hogy mi érdemeltük volna, hogy inkább a BL lejött, tehát a labdarúgás ilyen sport, hogy nem érdem van, hanem pontok, gólok számítanak. Mi se értettük, hogy a Devri miért játszott. Igen. Nem tudom, hogy a Defren játék az a meccsen azt a 11-es műtőjét összehozott. Azt akarom mindig, hogy nem szándékosan tette, de nem tudom, nagyon ártatlan szituációban, nagyon bután csúszott oda, azt hiszem, Icardira, hogyha jól emlékszek. Így van. Nem is gondolom, hogy direkt volt, csak tudod, itt olyan teher lehet a játékos, hogy ne csináljon semmit, hogy addig mondja, még a végén oda csúszik páros lábbal. Igen. Tehát ez szerintem borítékolható volt, hogy egy hasonló hibán, mert az én sohasonló. Igen. Inzaghi az olyan játékot játszott végig, hogy tényleg szerintem egy Inter szurkoló se gondolja azt, hogy ezt megérdemelten nyertük, de ugye mind, hát úgy ugrottunk fel, mint szerintem 10 éve nem. Szerencsétlen Vecino, hogy bekotort, tehát őt is küldtük már szerintem mindenhova, de ugye hős lett így. Igen. Hát alapvetően igen, csalódás volt így. Hát ez egy csalódás. Összességében egyébként, tehát hogy a többi csapattal ellentétben, meg nyilván a Juventus lesz számítva, azért nálatok nincs edzőkérdés. Igen, az egyértelmű. Hát az a kérdés szerintem, hogy meddig tudjuk megtartani az edzőnket, mert alapvetően szerintem Inzaghi előbb-utóbb egy nagyobb csapatba fog kerülni, mint edző. Nem lepődnék meg rajta, hogyha pár év múlva akár egy szövetségi kapitány lenne, akár egy Milán vagy egy Inter kispadját kikötne. Mit gondolsz egyébként, hogy a Láció kerete az predesztinálja egyébként a Lációt arra, amiért mondjuk küzdhet ebbe a szezonban, vagy akár a tavalyi szezonban, amiért küzdött? Szerintem igen, tehát azt gondolom, hogy a Láció kezdődött, egy kicsit sokan lebecsülik. Mert igazából alapvetően nem igazolunk sztárokat, nem igazolunk nagy neveket, de ettől függetlenül jó játékosaink vannak. Lásd egy Milinkovic Savic, akire a fél világája jelenek sorban. Azt gondolom, hogy a Láció ennek az a negyedik, ötödik legerősebb csapat a bajnokságban. Tavalyi szezonban az Interrel volt egy szinten, most szerintem a Róma az, aki egy picit gyengült, és velük lehetünk egy szinten majd. És én például azt gondolom, nem megsértve a Milánt, hogy még jelenleg a Lazio az egy erősebb csapat, mint a Milán. Még akkor is, hogy lehet, hogy a Milánban nagyobb játékosok, nagyobb nevek vannak.
beveszek, ha Szabicsot odaadtátok volna, amit el is küldtük az ajánlatot. Szerintem egyből a kukába hát az, ment az a fa. Az igen, ezt ledaráltak egyből. Igen. Küldtük a nem tudom, 30 plusz 50 plusz Bonaventura, aztán meg még egy játékos küldtünk. Meg egy zsák fiatal, igen. Meg egy zsák Borini. Borini is. Igen. Hát Borini nélkül lehet, hogy erősebb lett volna az ajánlat. Igen. Úgy, ha jól emlékszem, ugye a Lációnak talán a legnagyobb a csapata, tehát ilyen 40 fő van jelenleg a keretben, ami ugye hát mindenki másnak ilyen 28-30 fele konvergál. Gondolom ez a sok kölcsönből, hogy most ért véget, és még nem igazán sikerült kiszórni. Hát alapvetően azok a játékosok majd mennek, főleg a Salernitánába, ugye, ami a Lációnak a fiók csapata, oda kerülnek, és ott edződhetnek egy-két évet. De egyébként szerintem ez a nyári igazolás sok többség az jó volt nálunk. Én évek óta nem voltam én elégedett egy Mercato után, mint most. Na mivel vagy elégedett egyébként igazolások szempontjából? Inkább az, hogy a Milinkovic-Savic maradt egyébként? Ez a legnagyobb erőnye? Az nyilván az nagyon nagy dolog, hogy őt meg. Hát még van két nap a piac zárásig, egyenlő néz ki, megtartottuk. Immobile is itt maradt, Luis Alberto is itt maradt, illetve az, hogy Defray elment, de azért Acerbi szemébe szerintem egy méltót oda találtunk. Felipe Anderson szintén ugye, aki távozott a West Ham, ez odaérkezett Correa a Sevillából. Ott sem érzek különösebb minőségi visszaesést. Illetve szerintem egy nagyon jó igazolás volt az a Bader, aki a Lucas Leivát tudja majd adott esetben pótolni, tehermentesíteni. Illetve a Zászbújból hoztunk egy koszovói fiatalt, egy bizonyos Valomber is a fiatalember neve. Őre fel is hívem mindenki figyelmet, hogy szerintem a következő szezonnak az egyik nagy berobbanó játékosa ő lehet majd. Én az Európa Ligában láttam a Zászbúr meccset, akik ugye ki is ütöttek minket. És a srác remekül játszott, tele energiával az egész perc bejátszott, jó erős, nagyon-nagyon jó játékos, és valami, nem is tudom, 8 millió eurót, tehát potom összegért sikerült őt megszereznünk. Igen, kicsit kiszólnék a magyar futball szerelmeseinek, tehát, hogy egy országgal arrébb alig pár kilométerre ugye Magyarországtól 8 millió euróért kellnek el fiatal tehetséges játékosok. Na, oké, visszatérve a Lációhoz. Összességében egyébként, tehát azt mondod, amit egyébként a Vili is mondott, hogy a BL szereplésért hajtotok? Szerintem igen. Tehát célnak azt kell megnevezni, ami egy picit nehezebben elérhető, mert most azt mondják, hogy Európa Liga a cél, akkor az állóvíz. Az Európa Liga, ennek a látszak nem kihívás, egy 5.-6. helyet megszerezem a bajnokságba. Tehát alapvetően azt mondja, hogy 4. helyet kell kitűzni célnak, de a realitás az 5. hely. Szerintem jelenleg az 5. hely a realitás. Nálatok ez a Róma-Láció ugye rivalizálás, ez mennyire kemény, mert ugye a Peti említette, hogy őt annyira nem zavarja ez a Milán dolog, de téged a városi rivális az mennyire hosszant fel, úgymond? Hát nem szeretem a Rómát. Tehát ezzel nem mondok, hogy egy Láció szurkolós szereti a Rómát, és ez fordítva is igaz. Nekem ettől félhetően van rómás barátom, tehát így azért innen Magyarországon nem fogok lekéseni egy Róma szurkolót, azért mert Róma szurkoló, nyilván. De mondjuk a Róma az egyetlen olasz csapat, akinek sem a BL-ben, sem az Európában nem tudok szurkolni. Tehát én alapvetően nem vagyok Liverpool szurkoló, de az elődöntőben a Liverpoolnak szurkoltam. Pedig, hogyha a Milán, a Juve, az Inter, bárki más játszik a BL-ben, akkor teljesen tiszta szívből tudok szurkolni az olasz csapatoknak, de a Róma az nem, nekik nem tudok. Akkor mondjuk Mohamed Salah eladása után te azért így az öklödbe egy kicsit azért csinált egyet, hogy hát ez az, hogy jól megszívtátok, srácok, vagy azért nem volt ilyen újongás. Egyrészt örültem neki, másrészt meg tudtam azt, hogy a Rómán azért nagyon jó szakemberek dolgoznak. Most a Sevillában dönt a Monchi, vagy nem is tudom, hogy hívják a sportigazgatót, Monchi. aki nagyon-nagyon jó sportigazgató, és tudtam, hogy a Salahért kapnak nem is tudom 60 milliót, 40 milliót, nem tudom mennyit, és biztos voltam benne, hogy fogják tudni pótolni, és igazából a Róma még jobb lett, mint volt a Salahval. Tehát alapvetően, hogyha a Róma ad egy játékos 50-60 millió euróért, akkor valószínűleg abból a pénzből nagyon jó játékosokat fognak a helyére igazolni. Marci, hogyha valaki nem nézi a Láció meccseit, akkor hogyan tudnád körülni azt a játékstílust, amit a Láció képvisel? Támadó futball. Tehát az elmúlt egy év az abszolút, azt hiszem a legtöbb volt, mi rúgtuk a bajnokságba. Cserébe annyit kaptunk, mint egy kieső jelölt, tehát ez valamit valamiért. De azt gondolom, hogyha valaki mondjuk jó olasz meccset akar nézni, gólgazdag olasz meccset, annak a Láció meccset azért elég bátran merem ajánlani, mert tegnap volt, tavaly tényleg voltak ilyen 6-2-7-3 ilyen meccseket játszottunk. 0-0-át talán egyszer, pont az Inter ellen a San Siroba. Hát alapvetően egy őszinte támadó foci, de ennek a védekezés az, ami a rovására megy.
tegyük fel, hogy a Láció a szezon végén egy olasz kupával, de ötödik helyjel fejezi be a szezont, akkor elégedett lennél? Én alapvetően igen. Nagyon-nagyon szeretném az oldalt a Bajnokok Ligájába látni, de ez most nem realitás szerintem. Mert talán az állandóság, mert azért Nápolyán új edző van, a Rómánál azért jelentősen kicserélődött a keret, tehát ott őket lehet, hogy meg lehetne idén fogni. Főleg ők, hogy azért BL terhelést is kapnak, valószínűleg fáradtabbak lesznek, de alapvetően még egy olasz kupa győzelem az felülírná azt, hogy lemaradunk a Bajnokok Ligája szereplésről talán. Vagy legalábbis enyhíteni a dolgot. Az Európa Ligában való szereplésünk mennyire motiválja szerinted a csapatot? Tehát Olaszországban ez ugye nem mindenhol olyan egyértelmű, hogy az Európa Liga az egy fontos cél. Szerintem tavaly motivált őket, mert azért azt hiszem, mi voltunk az egyetlen csapat, akik a legjobb 8-ig eljutottunk, és ott alapvetően a 180 percben, 170 percen keresztül sokkal jobban játszottunk, mint a Salzburg, és egy 5 perces rövid zárat volt, amin kaptunk 4 gólt, teljes összeesés, és így sikerült kiesni. De azért látszott a játékosokon, hogy ők ezt próbálták komolyan venni, és nem alibizni. De én azt mondom, hogy a következő zomba az Európai Ligát azt el kéne engedni, mert ez a keret az annyira nem erős, hogy 2 vagy 3 fonton helytálljunk. Szerintem a legfontosabb tényleg az, hogy a bajnokságra rákoncentrálni, és ott megpróbálni ezt a negyedik helyet valahogy elérni. Vili? Én csak visszadobnám a labdát, hogy a hátvéd említetted, hogy nagyon sok gólt kaptatok tavaly. Hát szerintem idén se annyira erősödött, főleg, hogy elment Devri, és jött helyette Acerbi. Gondolom, igen, hogy fogja majd pótolni. De hát ez a hátvédsor az annyira nem néz ki acélosan. Jó, hogy támadó játék, de... Szóval az lenne... Ez rosszul egyetértek. Igen, tehát hogy hátvédsorba kellett volna erősítés, ugye? Vagy gondolom. Hát most itt nézve a keretet. Igazán még van egy 15 nap. Csak jó. Na, igen. Tehát még van egy 15 napja Lációnak, ugye megtalálni a tökéletes. Már csak 2. Holnap zárva. Olasz piac az 18-án bezár. Ja, az olasz piac ilyen hamar zár? Holnap éjfélkor, nem? Én úgy tudom. Lehet. Hát, klub nélkülieket igazolhatnak, tehát még szeptember valahogy, de Dzsuzsák még mehet a Lációba. Remek kérdés, hogy ha nem fogadja a Dzsuzsák a videóton ajánlatát, akkor Lációba tártkolokkal várjátok? Nincs semmi hely, nincs a Lációban. Nem tudom, hogyha Dzsuzsák esetleg nézze a műsort, nem akarom őt megbántani, de azért nem hiszem, hogy neki a Láció szintje. Meg alapvetően a jelenlegi formációban ez a 3-5-1-1-ben sincs hely egy védekezni nem igazán tudó szélsőnek. Egyébként visszatér a védelemre, hogy egy Acerbi Defray csere történt, mindenki más maradt, ezzel nem vagyok elégedett, de azt gondolom, hogy ha megpróbálna Inzaghi a 4 védős rendszert játszani, akkor lehet, hogy egy kicsit stabilabb lenne a csapat. Plusz ugye az, hogy Bárde érkezett a középpályára, azért rengeteg gólt kaptunk onnan, hogy a középpályán nem sikerült megszűrni az ellenfelek támadásait, mert mondjuk a Lucas Leiva jó játékos, de 40-valahány meccset játszott a tavalyi szezonban, és a végére hullafáradt volt, ugyanúgy, mint a pároló. Ugye a Bárde őket tudja egy kicsit majd tehermentesíteni, és talán neki hál egy picit stabilabb lesz a hátsósor is. Lehet, hogy a Milinkovic-Savicsot meg kellene próbálni közép-hátvédként, nem? Fejjelre volt, az biztos. Egyébként egyre többször tolja fel Inzaghi centernek, vagy legalábbis csatár mögé, mert alapvetően box-to-box középpályásként kezdte, de tavaly többször volt, hogy gyakorlatilag az Immobile mellett játszott már. És hát lőtt is 12-13 volt. Jó, Marci, jött hozzá egy konkrét kérdés. Nikolics László kérdezi. A hétvégén Lazio-Napoli. Marci, mit tippelnél, milyen eredmény születik? Üdvözlöm Nikolics Lászlót. Szerintem a Napoli ellen nekünk hagyományosan nem megy. Én azt gondolom, hogy a Napoli fog nyerni. Ez lehet, hogy egy kicsit pessimistán hangzik, de az elmúlt években a Napoli azért rendszeresen legyőzött minket. Szerintem 2-1-es Napoli győzelem, de mondjuk tippmixen ne fogadjátok meg a tanácsomat, mert rosszul fogadok. Okay. Tényleg nagyon nem tudok. Oké, okay, rendben. Na akkor menjünk át az Inter csapatára. Hát ugye arról volt szó, hogy milyen mázlival kerültetek a BL csapatok közé. Hát a tavalyi szezon az ugye nem lett az igazi nektek, de nem is indult úgy, hogy majd óriási nagy elánnal nekimentek, ugye, mint a Milán ugye a Juventusnak. Ennek ellenére azért a negyedik hely az mégiscsak egy kielégítő pozíció számodra, Péter? Hát a tavalyi szezon nézve abszolút-e.
már-már szerintem tényleg az Inter szurkolók olyan szinten mélyen voltak, hogy hogy ez a negyedik hely most BL tér, ez gyakorlatilag felért egy győzelemmel, tehát így, mint a bajnokságot nyertük volna meg. Ez gyakorlatilag mindent elmond az Inter elmúlt 10 évi teljesítményéről. Ugye hát gyakorlatilag ami értékeltő eredmény volt, az a 2011-es idén volt, amit Leonardoval abszolváltunk a második helyre, és akkor azt bukásnak éltük meg. Azóta meg gyakorlatilag háromszor voltunk Európa Ligába? Talán. Tehát míg a Láció komolyan tudta venni az Európa Ligát, az Inter gyakorlatilag úgy állt ki, mintha nem is tudom, ilyen edzőmeccset játszana, úgyhogy ingyen, tehát hogy így tényleg teljesen érdekeltség nélkül. Gyakorlatilag a Berseva vert minket, meg otthon 0-1-re, vagy nem is akarok kell emlékezni, tényleg, tehát botrányos, mert amikor kiálltunk Európa Ligára, gyakorlatilag nem játszott a csapat, hozzátenném, hogy ilyen Kuzmanovics és Rocky fémjelezte csapatunk volt, úgyhogy abszolút ez az idei negyedik hely, ez egy álom jelenleg, és ugye ahogy ez a Mercato alakul, az meg szerintem ez egy álmainkban nem gondoltuk, hogy egyszer valami a helyére kerül, ugye ilyen Gabi gólok meg João Mariók után, akikre kilöktünk röpke 100 milliót, ugye hát remek igazolások voltak, talán még ilyen már-már ilyen Kalinics hát magas statokba, de annyira nem. Ugye hát de én amúgy visszatérve, és hát így elkezdve talán a legnagyobb igazolásnak én pont a Devilit gondolom, pláne, hogy ugye ingyen jött, ezt a régi trükköt kihasználva, nem is tudom, hogy sikerült vele megegyezni. Ugye a Bosman, az annak idei Bosman szabály szerint ingyen jött, meg persze Nainggolan, de hát neki talán még egy 3 éve lehet, hogyha nem cigizik annyit. Majd az igazolásokra is rátérhetünk, de akkor itt konkrétan kérdeznek tőled. Clash Gary kérdezi, hogy szerintetek Modric átmegy az Interbe? Hát még van 2 napja, most kikapott egy kupadöntőn, úgyhogy lehet, hogy már nézi az Oscart, hogy milyen utak vannak Milánóba. Amúgy sem hiszem. Szerintem attól függ, hogy a Hazardot elviszi a Madrid. Hogyha ezt így 1-2 napon belül beonolják, akkor talán. De nem gondolom, hogy erre van reális esély jelenleg. Marci? Igen, hogy mondod, João Mariót hoztad fel, meg Gabigolt. Én azért emlékszem az Inter fórumokat, meg blogokat olvasom, amikor ezeket a játékosokat igazoltad az Inter 40, meg 60 millió eurókért, akkor azért ugyanilyen kicsit ilyen hurrá optimizmus volt nagyon sok Inter szurkoló fejében, hogy milyen jó, hogy jött az João Mario, meg Európa bajnak, meg a Gabigol, mekkora tehetség, és mi a garancia, hogy mondjuk a Lautaro Martinez, vagy hogy hívják a srácot, meg mondjuk a Nainggolan nem fog az Interre megbukni. Hát igazából az Inter szurkolókon évek óta látok egy kicsi hurrá optimizmus minden nyáron. Tehát annó volt olyan Inter szurkolók, aki a Meddel, meg nem is tudom, kiket igazoltatok azon a nyáron, hogy nekik tudtak örülni, hogy milyen jó játékosok. Meg volt az NBA, vagy kicsoda, NBA, igen. 2 meccset játszott, igen, meg tanáról, hogy mi van, hogyha mondjuk a Martínez se válik be, meg mondjuk a Nainggolan is mondjuk marad és cigizik, és nem fog tudni jól játszani. Ettől nem tartasz. Mi így vagyunk ezzel, hogy lejjebb nem nagyon van. Tehát a Nainggolan az ugye bizonyított több éve, tehát ő pont az a játékos, aki képes 3-4 meccsen húzó ember lenni, és bitangólokat rúgni, aztán 2-3 meccsen eltűnni, de hát ugye ő egy daragép, tehát talán ez a kreatívabb box-to-box, nem mondanám, hogy olyan, mint a Milikovic-Savic, mert talán neki jobb a lövőkéje, de Nainggolannak meg vannak olyan napjai, amikor gyakorlatilag teljesen imbába van, tehát hogy így minden összejön neki, és az Interbe szerintem egy ilyen karakter kellett, mert a João Mario hiába így van Európa, tehát EB-t nyert, és mindenki úgy fogadta, mint a messiást, ugye meg is kapta a 10-est, égeti is a hátát szerintem azóta. Nyilván most a nyáron a végig azt nyilatkozta, hogy hát ő soha többet nem akar az Interbe jönni, és nagyon jól érzi magát Angliába. Hát ha veszem el statisztikáit, érdemes megnézni. Labdába se rúghat szerint, tehát még oda se kell, nem hiába, nem, nincs érte ajánlat. Most nagy dúzogó visszajött edzeni, de hát tényleg való 40 millió volt nagyjából a kukába. Tehát ehhez képest egy Nainggolan, azt a teljesen erősítés. Meg, ahogy mondtam, ő már bizonyított szériába, és ugye említetted ezt az új csodagyereket, az argentin csatárt, a Martínez srácot, hát nyilván róla meg annyit tudunk, hogy láttuk az edzőmeccseket, csíp, harap, kicsit Agüero-ra hasonlít, de ilyen rúnis védekezéssel, tehát ő oda csúszik, elviszi, hát attól függ, hogy ugye mennyi lehetőséget kap, mert nálunk ugye Icardi az egy személyek, és
kb. A taktika is erről szól, ugye ezt gondolom minden kedves kollega észrevette, hogy hogy voltunk mi az elején tavaly, kiadjuk Andrevának, kiadjuk Peresisnek, leviszed, beadod, vagy beleér Icardi, vagy nem. Ez volt a nagy taktika, amire mindenki rájött így fél szezontól, és utána jött a kisebb mély repülés. Vili? Én csak gratulálni szeretnék, hogy Nagatomótól sikerült megszabadulni. A Lord, így van. Bár ha Japán bejutott volna a VB döntőbe, szerintem az aranylabdára esélyes lett volna. Pénzt, és még pénzt is adtak érte. Így van. Így van. Na, akkor jött egy pár kérdés hozzád, Péter, és pont, ahogy már itt vagyunk, akkor João Mário-tól és Candreva duótól kéne még megszabadulni, ezt írja Bognár Zalán. Így van, bár én Candrevát annyira nem rühellem, ha lehet így fogalmazni. Szerintem én van igen. Benne. Hát igen, ugye exlációs, de hát az Inter is a Lazio között azért az elmúlt 20 évben volt pár érdekes biznisz. Ez is az egyik. Tény, hogy nem is nagyon, tehát idén nem rugott gólt. Azt hiszem pedig ugye pont arról híres, hogy a longshotjai, tehát a távol lövései azok úgy rendben vannak. Hát idén ez csak a lelátón látták ugye a kedves Inter szurkolók. Nagyon utálja az Inter közösség. Ugye most ráhoztuk a megint csak exlációs, de közben Monakóba kitérő Bádékeit, a barátunkat, aki gyerekként Etótól tanult fotbalozni. Egyértelmű, hogy azért hoztuk, hogy a Candreva kicsit elgondolkodjon. Mert egy-két jó meccsen kívül, illetve jó megmozduláscsen kívül nem nagyon volt haszna. Tehát tényleg ez az egydimenziós, megtolom, utána futok, és akkor segbe rúgom a labdát. És a vicces, hogy volt vagy tizenvalahány asszisztja, tehát utána meg használt. Tehát a Karamo gyakorlatilag többet csinált. Jó, aztán Hungarian Wolf írja a következőt. A sportmédia szerint értesülése szerint Luka Modric ma délután ül össze Perezzel, hogy megbeszélje a távozás részleteit. Mm-hmm. Ez még nem jelenti azt, hogy rögtön Milánóba költözik. Lehet, hogy csak Lettországból távoznak. Ja, értem, oké. Okay. Punok Lajos kérdezi, Görög Péter urat kérdezném, hogy Ventolát, Zamoránót vagy Kallont nézni szívesebben Icardi helyén. Üdvözlöm a kedves csöves úriembert. Még a FIFA Hungary-ről, ezek ilyen régi megmaradt nikkek. Hát én ezt a hármas raknám most így mindenki helyett be. Mondjuk Nicola Ventola 30 évesen visszavonult és színész lett, Francesco Coccóval együtt, ha még emlékeztek ezekre a nevekre. Szerintem mindhárom erősítés lenne. Ha más nem az edző központba, hogy hogyan kell rúgni. Még egy korábbi kérdés Icardival kapcsolatban, hogyha már róla van szó, hogy téged mennyire zavart, hogy nem vitték ki a VB-re? Én gyakorlatilag azóta, hogy a Zanettit nem vitték ki a 2010-esre, teljesen nevetségesnek tartom az egész argentin irányítással, lehet ilyet mondani, ugye, amit Maradona kezdett, hogy ilyen politikai hovatartozás véget választanak embereket, és akkor most visszatérnék erre, hogy ugye a 2010-es triplázós csapatból nem fért be egy Cambiasso Samuel Zanetti, de ilyen Pisticsári Maradona fegyencek meg igen, úgyhogy nem, meg se lepődtem Icardin, tehát biztos nem fért volna el, mert nincsen, tele vannak jó csatárokkal, ez tény és való, de én vicc, tehát nem is foglalkoztam vele, tényleg. A Zanetti óta nekem ez bezárult. Székely Tibi kérdezi még, hogy Perisic maradni fog, a VB nagyot játszott, azt hittem elviszi, Zlatibántól lesz egy valódi top csapat. Ugye tavaly a Manchester nagyon sokáig kopogtatott, Martiát, vagy Martiát, nem tudom, hogy kell jobban ejteni, őt akartuk cserébe, plusz némi milliót, ez nem jött össze. Én nagyon nem bánnám, hogyha elmenne, nyugodtan megkövezhetnek az interesek. Nem mondom, hogy nem szeretem, mert ugye gyors, tehát ez a klasszikus szélső, amiből szerintem már kevés van, hogy semmibe se kimagasló, de amit tud, azt konstans meg tudja csinálni. Nem hiszem, hogy fizetnének érte annyit így 28-9 évesen, amennyire az Inter elengedné. Tehát szerintem ő a Lációba fog kikötni 3 év múlva. Maci? Kicsit degradálónak érzem, de mondjuk én nem bánnám, a Bericsit egy nagyon jó játékosnak tartom. Lehet. De ne 3 év múlva. Még lesz benne 2 év akkor. Az elég nekünk. Jó, az Internél ugye új úriember ül a kispadon, akit mondjuk az olasz bajnokság kedvéért ismerjük, ugye Spallettiről van szó. Mit vársz tőle egyébként? Vagy örülsz-e az extrómásnak, hogy leül hozzátok? Mi a véleményed alapvetően Spalletti mesterről? Hát ugye ez megint csak egy kicsit ilyen nánygolanos körmondat lehetne, vagy inkább hozzá lehet hasonlítani, mert ugye ettől
csak lejjebb voltunk. Tehát kezdtünk egy Frank de Boerrel. Nem tudom, emlékeztek. Ugye a Crystal Palace-nál is hatalmasat virított az emberünk. Hát neki futballmenedzserben jól ment minden, csak amikor idejött egy idegen közegbe, akik nem beszélnek hollandul, ott nem igazán értették, hogy miről van szó. De talán pont a Juventus sikerült egyszer megverni, vagy nem is tudom, talán egy emlékezetes meccse volt. És utána ugye megint egy mélyrepülés, Piolival volt egy jó időszak, de az kicsit ilyen, ilyen montellás volt, ha lehet így fogalmazni. Ugye volt egy ilyen 6-7-es winning streak, utána meg összeomlott az egész. És ugye utána jött egy Spalletti, tehát ő tavaly elkezdte ezt a munkát, és gyakorlatilag teljesen mindegy volt az Inter szurkolók szempontjából az, hogy mit csinál, csak legyen végre valami név, valami olyan ember, aki nem csak oda van lökve, hogy tessék, itt van, akkor innentől te vezetsz, és a Spalletti ezt csinálta. Tehát elkezdte összeszedni a csapatot. Én azt gondolom, hogy vitt be némi fegyelmet, ugye van valami taktika, tehát hogy így nem csak előre, hát amikor Ranocchia szervezte a játékot, tehát ő ívelte fel tehát ha 40 méter a kaputól, tehát ettől lejjebb szerintem nincsen. Ez olyan, mintha Zapata ívelgetne. És akkor jött Spalletti, és akkor valami rendszert rakott ebbe. Tehát rájött arra, hogy a Brozovic nem trekartista, hanem középső középpályás. Azóta emberünk szárnyal, ugye a VB-n is láthattuk, nem csak a futó mennyiségével, hanem mint a kicserélték volna. Az igazolás, most azt nyilatkozta, hogy azok jöttek, akiket ő szeretett volna. Tehát szerintem ennyire bíztató merkátónk és felkészülésünk szerintem 10 éve nem volt. Tehát összességében én azt mondom, hogy nem érdekel, hogy ő rómás volt, vagy nem rómás, valamit elkezdett, úgyhogy ez csak pozitív lehet, én azt gondolom. Ezek a bíztató előjelek hova mutatnak egyébként? Tehát, hogy megcibáljátok az öreg hölgynek a bajuszát, vagy azért arról nincs szó? Hát azért azt hozzátenném, hogy nálunk egy Asamoa erősítésnek számít, amit a Juve így, na jó, hadd menjen, és tényleg erősítés, tehát ezt alá kell írni. Tehát ennyi a különbség ennek az Inter és a Juve között. Én azt gondolom, hogy a reális cél az lenne, mint ahogy ugye a lációs kollega is említette, hogy nem a negyedik vagy az ötödik helyet kell kitűzni, hanem én azt mondom, hogy egy kényelmes BL hely. Tehát ugye tavaly meglett a negyedik hely, épp hogy kinkeservesen, úgyhogy előtte kétszer orra estünk, és már mindenki temette, hogy a Lációt nem fogjuk megütni idegenbe. Ugye hát nem tudom, kinek a szerencse szelleme nyúlt le, végül sikerült. Én jövőre azt mondom, hogy egy harmadik helyen szerintem mindenki meg kiegyezne. Ez az egy hajszállal talán könnyedebb BL hely. És a BL-ben mondjuk esetleg tovább menni a csoportból, de gyakorlatilag már az, hogy bekerülünk kb. Jelenleg akkora szenzáció, mint hogyha a Vidi bekerülne. Úgyhogy... Hogy a Vidivel kifiatek össze. Meg ugye, hogy utolsó kalapos az Inter, tehát itt olyan halálcsoportba fogunk kerülni, hogy gyakorlatilag én minden mesnek örülni fogok. Klesgeri kérdezi még, hogy Vrsaljko megállja a helyét az Interbe? Természetesen, hiszen neki van ugye a szériás tapasztalata, ugye genovai Sassuolóba is játszott. Az, hogy most pont a VB-n ő volt a jobb hátvéd, szerintem ez olyan véletlen műve, idézőjeles véletlen, mint ahogy a Pavard berobbant a francia válogatottba. Tehát nem volt, de gyakorlatilag a Sröna kiöregedett, ugye, és nem nagyon volt helyette más. Én nem mondom, hogy ügyetlen a csávó, de nem várok tőle olyan nagyon sokat. A D'Ambrosioval ketten el lesznek szerintem jobb oldalt. Mindenképp erősítés, mert ugye mélyítette a keretet, meg ott vannak a spanyai, ugye, Brozovic, Perisic, meg Modric Twitteren, de még személyében nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem rajta fog múlni ez a szezon, de hát tromfoljon rám. Marci? Igazából azt kérdezni az Interrel kapcsolatban, hogy szerinted mi a jelenleg Internek a legerősebb felállása is, tehát egy formáció is, meg a legerősebb Inter kezdő. Ha te lennél a Spalletti helyében, akkor hétvégén milyen Intert raknál a kezdő? 11-ből. Én kicsit máshogy gondolkodok ebben is, mint ami a realitást tükrözi, mert kapásból nem használnék szélsőket, de ugye a jelenlegi keret nem ezt diktálja, tehát sima. Hát ez a klasszikus, amit manapság mindenki használ, vagy előszeretette használnak, hogy négy védő, egy szűrő, de ugye vonalban a másik két középpályással, két támadó. Tehát nem, ez az inside forward, tehát ugye nem ez a klasszikus winger, ugye ezt tudja játszani a Perisic meg a Kandreva is, és egy csatár. Ugye jobb szélen a Vrsaljko, vagy a D'Ambrosio, teljesen mindegy, középen Miranda, Skirinár, még a
az ex-barátotokat nem dobnám be. Baloldalra egy Dalbertet, aki megint csak ugye megosztó személyiség, meg sok lehetőséget nem kapott, de ő inkább ez a támadó. Hát ő szeretne ilyen Roberto Carlossi magaslatokban menni, tehát inkább támadna, de vannak hiányosságai emberünknek, de ugye ott van a száma mögötte, én ugye a brazilt preferálnám, középen Brozovic, Gallardini és Nainggolan, jobb szélen Kandrevát, hogy le tudjam cserélni az 50. percbe. Bal oldalt Perisic, elől Icardi, és ugye a Martínez meg rádobálnám Icardira így a 60-70. Perc környékén. Mestől függetlenül. Illetve nem értem, hogy mi a Pinamontinak miért nem adtunk egy percet se az elmúlt két évben, de hát ez megint csak a... Pedig jó nevű játékos. Így van. Meg ugye hát jött a Politano is, aki meg ugye már megint csak bizonyított a szériába. Tehát én most azt látom, hogy a Spalletti pont azt akarja kiküszöbölni, mint ami a, tehát ami az elmúlt szezonban a mélyrepülést okozta. Ugye Perisicsnek nem ment 4-5-6 meccsig, nem volt se assziszt, nem volt se gól, ugye ugyanazt csinálta, egy bicikli megtolja, leblokkolják. Jó, ezt megcsinálta egy meccsen 20-szor, 4-5-6 meccsig, és ugye nem volt csere alap. Kandreva ezt csinálta fél évig. Bejött a Karamo, 20 évesen, vagy nem tudom, 19 évesen, elvártuk tőle, hogy ő majd mindent megold, vagy hogy legalább kapjon perceket, ugye hát nem volt csere alap. Most ugye itt a Keita, meg itt van a Politano, tehát legalább van egy mélysége a keretnek. Vili? Igen, most meg is válaszoltam, mert pont azt akartam mondani, hogy a Politano is valószínűleg azért jött, hogy a Kandrevát ott vagy a másik oldalon, de mind a két oldalon szokott játszani, helyettesítse, úgyhogy nagyon, a Kandrevát nagyon ki akarja szerintem Spallett is lökni már, hogy valaki jöjjön, aki tud beadni esetleg. Politano is egyébként nagyon jól játszott a Sassuolóban, nem mondom, hogy klasszis teljesítmény, de azért abból a Sassuolóból felfelé kilógott eléggé. Hát, hogy Berardi mellett az ő nevere is talán emlékeztünk. Igen. Jó. Meg annyit akartam mondani, hogy a Martínezt én láttam párszor játszani az argentin bajnokságban, ő tényleg, hát ez az argentin bajnokság állat, tehát hogy ott mennek, mind, tehát azt ő biztos, hogy megszokta, hogy keményen kell menni, megszokta a kemény védekezést, és szerintem ügyes. Úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy meg tudja ugrani azt, hogy egy nagy bajnokságban is ki tudjon tűnni, mert tényleg nagyon gyors, meg aztán csíp harap. Hát meg, hogyha összehasonlítjuk egy Éderrel. Igen. Na, hát hozzá képes biztos, hogy többet fog futni. Tehát Icardi mögött nem volt megint ember gyakorlatilag. Ha ő kiesett, akkor nem volt támadójáték. De így nulla. Tehát... Igen, a Martínez-től még azt is, az is benne van a kalapban, hogy akár még Icardi környékére is. Így van. Abszolút ez látszik belőle. Tehát nyilván néztünk meccseket, van YouTube, meg néztük az előző csapatában a meccseit, és ez tűnik fel mindenkinek, hogy képes önálló gondolatokra, tehát hogy így valami váratlan húz, nem tudom, belerakja a külsőjét egy passzba, esetleg nem oldalra passzol, hanem így előre, labdát szerez, oda csúszik, és megy, és csinálja, és Icardi valamúgy nagyon jó spanok. Hát kíváncsi vagyok, hogy a Wanda vajon ott marad egy Icardi mellett. Igen. Úgyhogy én azt mondom, hogy a padunk, az gyakorlatilag teljesen rendre, tehát hogy van lehetőség most már, és nekünk gyakorlatilag ennyi kellett. Tehát mondom, ez a Mercato összességében nálam elfogultan 10-es, ugye az elmúlt 10 évre visszamenőleg. Ugye volt arról szó, hogy az utóbbi évek legjobb irányja lesz ebben a szezonban a Miláné, az Inter is valami hasonló felé konvergál? Hát abszolút, szerintem ez kérdés nélkül. Milánó visszatér. Nagyon remélem, hogy a két milánói csapat lassan valami, mondjuk úgy fogom várni a derbit, mint mondjuk 6-7 éve. Bizony. Jó kis meccsek lesznek. Így van. Na, akkor térjünk át a Juventus házatájára. Hát a Juventus ugye gyakorlatilag felrobbantotta a piacokat. Ugye 117 millió eurót költöttek a világ másik legjobb játékosára, Balázs. Mit gondolsz, a világ másik legjobb játékosa megérte ezt a pénzt? Csak azért, mert Immobile az első. Azért a másik. Ja, nyilván persze. Meg Balotelli, ugye. Na, de visszatér Balázs. Igen, hát amikor még ezek a hírek elkezdődtek ilyen nagyon pletyka szinten, ugye akkor még azért a többségnek nyilván ez eléggé valószínűtlennek tűnt, többek közt nekem is, hogy ebből lesz valami. Ugye már akkor éreztette a hatását Ronaldo, hiszen a tőzsdén elkezdett a Juventusnak a piaci értéke növekedni,
ez egész konkrétan utána néztem, attól a ponttól kezdve, hogy felvetődött Ronaldo neve, egészen odáig, hogy aláírt hivatalosan, 32%-kal nőtt a piaci értéke a klubnak, a tőzsdén. Ez hatalmas számnak számít, úgyhogy ez már egy ilyen mutató. Ugye a másik dolog az, hogy neki mekkora a marketing értéke, tehát neki egymagának több követője van az összes social media felületen, mint a komplett Juventusnak, játékosostól, mindenestől. Tehát ez már önmagában hatalmas lehetőségeket rejt magában, tehát ugye lehetett ilyet olvasni, hogy az első napon már 520 ezer Ronaldo meze elfogyott, ugye a milánói Juventus shopban gyakorlatilag percenként adtak el egy mezt, és el is olvastam valami kimutatás, hogy azóta már ilyen 60 millió eurónyi bevétel származott a mezeradásból. Nyilván ennek a nagy része a sportszergyártói, tehát olyan körülbelül olyan 10% a Juventus számlájára megy, de azért az se egy elhanyagolható összeg, meg hát még ugye egy hónapja van itt kb. Úgyhogy még van idő bőven arra, hogy ebből még legyen még nagyobb bevétel ilyen szempontból. Balázs egyébként, tehát nyilván itt az üzleti szempontot leszámítva, meg nyilván van a Ronaldo egyébként valószínűleg nem csak futballozni megy Olaszországba, hanem az egyéb cégeit is, ugye, hát mondjuk onnan fogja menedzselni, meg ugye nyilatkozta, hogy ott is fog visszavonulni ugye elvileg Juventusba, hogy biztos, hogy erre a játékosra van sportszakmailag szüksége a Juventusnak? Hát én azt gondolom, hogy idén ezzel az igazolással gyakorlatilag Agnelliék betolták az all-int, és akkor innentől kezdve két éven belül BL-t akarnak nyerni. Tehát én másra nem tudok gondolni, nem csak Ronaldo igazolásra mondatja ezt velem, majd beszélünk Bonucciról is, de én nagyon úgy látom, hogy eddig ugye Juventus hagyományosan az a klub volt, amelyik mindig a bajnokságot priorizálta, és az volt a lényeg, hogy a Scudetto meglegyen. A BL-re soha nem tekintettek úgy, mint kimondott cél, és szerintem idén van az a pont, amikor ez megfordulhat, és azt mondják klubon belül is, hogy akkor most rá kell menni el a BL győzelemre két éven belül. Ugye, hogy azt nézzük, a világfutball nagyjából úgy épül fel, hogy körülbelül 5-6 csapat van, aki a világ elitjén van, mondjuk ugye a legfelső polcon van, ez nyilván a Juventus, a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain. Nagyjából ennyi, szerintem az angol klubok jelen nincsenek a felső polcon, de most igazából ezt a felső polcos pozíciót akarja a Juventus egyébként Ronaldóval biztosítani? Szerintem egyértelmű, igen, és azt gondolom, hogy pont egy ilyen karakter, egy ilyen egyéniség hiányzott ebből a csapatból. Azért, ha megnézzük, az elmúlt években összejött még így is két BL döntő, de pont ezeken a meccseken hiányzott egy ilyen egyéniség, aki el tud dönteni egy döntőt. Hát ugye ott volt Cardiff két éve, pont Ronaldo volt az, aki egymaga elintézte a Juventust. Még ugye a másik oldalon Higuain, aki amúgy is szeret a nagy meccseken ficánkolni, se. Ugye gyakorlatilag labdába sem ért, Dybala is csődöt mondott, úgyhogy nem, nagy volt a gond ilyen szempontból, hogy nincs egy ilyen egyénisége a csapatnak, aki a nagy meccseken tud villogni. Hát azt gondolom, hogy most egy elsősorban Ronaldóval ez volt a cél, hogy ezt a nagy űrt ezt betöltsék. Ugye anno Higuain Ronaldo miatt távozott a Real Madridból, tehát amikor bejelentették, akkor szinte várható volt, hogy Higuain azt távozni is fog tőletek. Hát ugye a Juventus pont az a csapat, aki általában Olaszországból rabolja le jó játékosokat. Ugye volt ez a csere, ez a kétszeres oda-vissza kötény, amit így Vili hívott így, ez a Bonucci történet. Ez mennyire fájó pontunk mond neked? Nagyon. És nem is Higuain miatt, hanem Callera miatt. Az egyébként biztos volt, hogy Higuainnak mennie kell Ronaldo érkeztével, nem is feltétlen azért, mert ellentét van köztük, hanem anyagi szempontból, ugye ezt a 120 milliós vételárat, plusz az évente azt a 30 milliós fizetést, azt azért kompenzálni kell az FFP miatt. Ez tehát nyilvánvaló volt, hogy Higuain az egyik legpiacképesebb játékos. Most volt még egyébként az a pont, amikor ki lehetett belőle úgy szállni, hogy ne legyen veszteséges a biznisz. Itt a probléma az volt, hogy az előzetes hírekkel ellentétben a Milánon kívül nem volt érte komolyabb érdeklődő. Nagyon sokáig ugye a Chelsea-t emlegették, elvileg Sarri akarta, Abramovics megmondta, hogy 30 pluszos játékost ők nem igazolnak ennyiért, úgyhogy maradt a Milán, akire rá kellett sózni, és hát ők meg okosan kihasználták ezt a kényszerhelyzetet. Ugye nekik meg volt egy Bonucci, aki meg vissza akart jönni,
és hát azt mondták, hogy akkor ebbe csak úgy mennek bele, hogyha Calderát beletesszük ebbe a bizniszbe. Hát Calderát, amióta leigazolta a Juve, ugye másfél éve, én azóta várom, hogy, hogy végre visszatérjen, és beépítsék őt a védelembe, úgyhogy nekem ez felért egy olyan csapással, hogy a Ronaldós bizniszt le is rombolt a szememben, tehát nagyon-nagyon ki voltam akadva erre a cserére. Peti? Igen, ez a, ugye, hogy kiszállni úgy higanyból, hogy ne legyen akkora bukta, hát ő is gyakorlatilag majdnem 100 millióért jött, ha jól emlékszem. Igen, 90 millió volt, és még most ki tudtak belőle úgy szállni, hogy pont úgy jön ki a könyvelés, hogy nem mínuszos. Igen, a papíron talán. Ugye ez a Bonucci, így van. Tehát szerintem ez a Juve jobban, vagy kevésbé rosszul nem tudta volna jelenleg megoldani. Itt a Caldera a lényeg, hogy a Caldera is jött. Igen. Hát az meg a Milán politikája volt szerintem, hogy ezt ők harcolták, hogy akkor neki kérje már meg. Igen, Leonardo nagyon ügyes volt. Igen. És amúgy valahol így ez a Ronaldo Juventus, ez valahogy nekem kicsit olyan szagú, mint amennyire a Manchesternek kellett egy Ibrahimovic, bár nyilván a Ronaldóba talán több év van, de azért ennyi idősen most lehet, hogy az eredményei, meg hogy ugye voltak ezek a tesztek, hogy tehát kb. Nincsen a csávónak semmi felesleg rajta, tehát hogy így mint egy 20 éves úgy funkcionál, de hogy itt egy rossz mozdulat, egy rossz szakadás, és gyakorlatilag vége, pláne az olasz fosziból, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy mire lesz képes, hogy tudja ezt hozni. Bocsánat, csak annyit akarok mondani, hogy szerintem ez nem is biztos, hogy a Juventusnak lesz elsősorban jó, bár ha BA-t nyernek, akkor nyilván jó lesz nekik, de ez az olasz focinak jó. Ronaldo eljön a szériába, arra a fame level, így van. Mindenki felkapja a fejét, és most már a szériára ráterelődik a fény, és akkor lehet, hogy most ettől megindul, vagy átgondolja egy-két olyan játékos is, aki eddig azt mondta, hogy szériába nem megyek, mert olyan játékosok vannak, hogy. Egyértelmű, és én azt is várom egyébként Ronaldótól, hogy a játékostársakat is felárazza. Én úgy láttam, hogy Dybalával nagyon jól kijönnek. Én azt várom, hogy ő nagyon sokat fog javítani az ő játékán, de tehát úgy láttam, hogy a csapattársakkal is úgy nagyon jól kijön. Tehát ebben bízok, azért kicsit féltem ettől, hogy mekkora feszkót okozhat majd mondjuk azt, hogy mondjuk elvárja azt, hogy itt is mindenki alájátszon. Mekkora feszkót okozhat a bérkülönbség, ugye évente 30 millió, aminek nyilván egy részét szponzorok állják, de hát a második legjobban kereső az Higuain volt 8 millióval, tehát... Most már 10, nálunk 10. Hát csak belegondolsz, hogy egy a munkátok, ott ül melletted a kollégád az irodába, és pontosan tudod, hogy 50-szer annyit keres, de ugyanazt csinálja, tehát igen. Tehát úgy volt, hogy, vagy volt egy ilyen statisztika, nem statisztika, hanem ez is egy ilyen adat, hogy a Ronaldo utáni három legjobban kereső sem keres annyit, mint egy maga Ronaldo, tehát ugye itt várható is volt, hogy lesznek majd kuncsorgások, hát ugye Pjanicsa most hosszabbítani fognak, előleg most ő is már felemelteti 7,5-8 millióra a fizetését, Rugani állítólag 6 millióért ír alá, szóval itt azért zsebbe kell nyúlni, mert most mindenki többet akar majd. Szóval még azt, ami csak egy apróság, hogy ugye azt viszont olvastam, hogy én is hallottam, hogy nem tudnak olyan korán menni a Juve játékosok edzésre, hogy a Roni már ne legyen ott. És nem tudnak olyan későn elmenni, hogy még ne legyen ott. Tehát amúgy eszméletlen profi. Igen, ilyen szempontból, bocsáss meg, de én is jobb játékosnak tartom ilyen szempontból Ronaldót, mint Messit, mert szerintem... Hát ilyen szempontból lehet, hogy sokat edz. Igen. Sokkal alá. Sokat edz. Ez egyértelmű. Oké, Marci? Igazából nem csak a Balázs, azért mindenki azon egy ilyen kérdésem, hogy ez a Juventus van legyőzhető-e. Nyilván nem egy meccs, mert egy meccs mindenki legyőzhető, de hogy lesz-e trónfosztás, vagy hogyha idén nem, akkor jövőre, vagy valamikor, hogy lesz-e egyáltalán trónfosztás. Mi kell az, hogy a Juventusnak ez a páratlan dominanciája megtörje a bajnokságon? Melyik csapat fog először új bajnok lenni, hogy nem a Juventushoz? Szerintem a Napoli az óriási lehetőséget szalasztott el tavaly, szerintem soha többet nem lesz ekkora esélyük, hogy bajnokságot nyerjenek. Gyakorlatilag mindent feláldoztak a kupától kezdve a Európa Ligáig, csak azért, hogy meglegyen. Talán már túl hamar el is hitték, hogy megvan a torinói győzelem után. Én már tavaly azt elkönyveltem ott
az Inter meccs szünetében, vagy mikor 2-1-re vezetett az Inter, hogy ember hátrányban. Viszontlátás a Scudetto, és az ott az az utolsó 2-3 perc, az ott akkor a lélektani fölényt adott a Juvénak, és fordítva a Napolinak, akik állítólag tévén keresztül követték a meccset, és emiatt másnap kikaptak 3-0-ra Firenzében. Úgyhogy szerintem a Napoli az tavaly maximumra járatta magát, nem lesz még egy ilyen jó évük szerintem. Itt minden azon múlik, hogy idén tényleg a BL lesz a prioritás a Juvénál, mert ha tényleg arra tesznek fel mindent, és főleg itt a tavaszi szakaszban, majd az egyenes kieséses szakaszban, ha sokáig eljut a csapat, akkor simán el tudom képzelni, hogy most nem fogják a bajnokságot annyira erőltetni, mint az elmúlt években. Az lehet, de még bejük fel, hogy nem erőltetik a bajnokságot, akkor is játszik egy Márkizó, játszik egy Bernadeschi, játszik egy Mandzukic, mondjuk itt a pihentetik az alapembereket, és igazából a Juventus B is nagyjából a top 5 csapatban benne lenne, hogyha a Juventusnak a idézes B jelű B-kezdőjét megnéznénk. Hát az is bomberős. A kispadon is olyan játékosok vannak, hogy szerintem bármelyikünk kezdőjére beférne egy Bernadeschi, vagy egy Márkizó. A Juventusnál pedig ülnek a kispadon gyakorlatilag. Igen, azért most ennek én örülök, hogy mostanra már a kispad is olyan minőséget képvisel, azért az utóbbiakban ezzel is voltak gondok, hogy nem voltak azért. Padoin, igen, vagy a ominózus BL döntő, amin Laminát kellett becserélni, tehát azért voltak itt nyalánságok, de azért mostanra már tényleg ott tartunk, hogy minőséget képvisel a kispad is. Hát én azt gondolom, hogy most azért a többi csapat elindult egy jó irányba. Szerintem kulcsfontosságú az, hogy minden csapatnak legyen saját stadionja. Tehát ez volt szerintem a kulcs a Juventusnál, ami igazából megindította ezt a fejlődési folyamatot. Szerintem jó irányba tart a többi csapat. Kell még jó pár év, hogy felzárkózzanak, de az irány az jó. Egy kicsit egyébként ezt a lehetőséget megragadva, ugye a Juventusnál ugye távozott Buffon a kapuból, és ugye Szczęsny fog védeni, aki hát egy közepesnél semmiképpen se jobb kapus. Hát semmiképpen se világklasszis kapusról beszélünk. Talán ez a Juventusnak a gyenge pontja, talán ez az Achilles sarok, amit meg lehetne fogni. Igen, amúgy ez számomra furcsa, hogy pont most, amikor sikerült egy ilyen világsztárt leakasztani, akkor ez a poszt, ez ilyen üres maradt. Tehát én amióta Juventus szurkoló vagyok, mindig Buffon nevével kezdődött ugye a kezdő 11, úgyhogy ez egy nagyon nehéz és szokatlan időszak lesz. Meglátjuk, hogy ki fog védeni, még az se biztos, hogy Szczęsny lesz az első szám, azért Perin is ott van, ő a Genoa-ba jól védett, mondjuk egy kicsit sérülékeny, de még mindig van benne potenciál. Egyébként Szczęsny se egy rossz kapus, tehát tavaly, amikor védett, akkor azért általában jó meccsei voltak. De egyébként én is úgy érzem, hogy az a posztos egy kicsit ott, mint hogyha még erősítése szorulna. Le is kéne cserélni a posztet ott hátul, nem? PSG akkorra. Nem, az ott marad. Igen, itt az a kérdés mondjuk, hogy PSG mezben meglátni Buffont, az milyen érzés neked egyébként, Balázs? Mert ugye Buffon az, aki a kizárásnál is ott maradt a csapat mellett például. Tehát, hogy ő tényleg azt tudtuk rá mondani, hogy ő valóban klubikon, akinek a csapat az első. Aztán így váratlanul nem arról volt szó, hogy befejezi a karrierjét, hanem hogy Párizsba igazol. Hát szokatlan mindenképpen, és itt nem is, tehát és semmiképp nem ő rá haragszom emiatt, hogy ez így alakult. Ugye volt itt egy Del Piero sztori, vele is azért elég szépen elbánt a vezetőség, tehát méltatlanul fejeződött be az ő Juventusos karrierje is. Én ugyanezt érzem Buffonnál, szerintem ő még azt mondta, hogy szeretne egy-két évet védeni, neki meg megmondták, hogy rendben, de csak csereként. Tehát nem akartak már vele első számuként számolni, hogy miért, azt nem tudom. Ő meg még úgy érezte, hogy még van benne egy-két év is, és elment a PSG-hez. Egyébként nyilván könnyebb lett volna ezt megemészteni, ha mondjuk egy Pármába megy visszalevezetni. Én pont azt vártam. Vagy egy, mit tudom én, arab csapathoz, nyilván az meg már méltatlan hozzá, de akkor is azt kicsit könnyebb lenne így feldolgozni, mint hogy kvázi egy BL rivális, egy vetétárs vitte el a kezdőjébe. Jött hozzá egy személyes kérdés, Norbi kérdezi, és mikor fog Balázs falára felkerülni Ronaldo? Nem fog. Tehát én soha nem a játékosoknak szurkolok, csak a csapatnak. Buffon volt az egyetlen kivétel, akit mindig is kiemelten követtem.
Jó, hát Ronaldo-t egyébként nagyon, tehát nagyon elvitte a sót a többiek elől, de azért érkezett egy Douglas Costa, vagy egy Emre Can is egyébként a középpályára, valami bomba erős most jelenleg. Igen, hát ingyen, Emre Can ráadásul ingyen. Igen, hát Costa már ugye itt volt, őt most véglegesítették 40 millióért, szerintem ez apró pénz. Tavaly tavasszal elképesztőt ment, tehát nem túlzok, azt mondom, hogy nem csak hogy a liga, hanem úgy az egész él bajnokságok tekintetében az egyik legjobb formában volt tavasszal. Ő nagyon kellett szerintem ebbe a csapatba, és jó is lesz ott elől az a hármas Dybalával és Ronaldóval kiegészülve. Hát Emre Can az egy nagy kérdőjel mindenkinek, ingyen mindenképp jó, Kediránál biztosan jobb, én örülök, hogy elhoztuk őt Liverpoolból, szerintem van benne potenciál. Ugye arról már beszéltél, hogy ebben a szezonban valószínűleg nem ez vetétásra a szériát tekintve a Juventusnak. Na de egyszerre a triplázás szóba jöhet-e, vagy a BL címa fontos most, mit gondolsz, mire startol rá igazából a Juventus? Szerintem egyértelműen cél a BL, de ugye ezt garantálni nem lehet, tehát ez az a sorozat, amiben nem tudod azt mondani szezon előtt egyik csapatnál sem, hogy te most biztosan meg fogod nyerni, mert itt mindig az aktuális forma, a szerencse, a játékvezetők ugye tudják befolyásolni a dolgokat, tehát nem tudod azt mondani rá, hogy itt ez biztosan meg lesz. Tehát itt Ronaldo leigazolása sem ezt garantálja, csak valamelyest javítja az esélyeket. Péter? Ugye hát Olaszországban egy triplázó csapat van, ez az Inter. Igen. Nekem ez fájó pont az én életemben, Peti. Tehát hát ugye. Emlékszem én arra a meccsre. Viszont ugye, amit már említettem, hogy az Asamo erősítés az Internek, aki a Juve-ban már nem kellett, tehát szerintem ez egy nagyon nagy, ez a transfer is ugye sokat elmond a különbségekről, hogy kinek mennyi esély van a Juventust megütni, de én mégis azt gondolom, hogy így, hogy ugye a Higany helyett ugye Ronaldo szerintem nagyobb százalékba használja ki a helyzetét. Tehát a Higannyal is ugye az volt a baj a Madridban, hogy rohadt sok helyzet elpuskázott, és én viszont személy szerint a Pjanicot egy óriási játékosnak tartom, kicsit Schneiderre emlékeztet, tehát szerintem, ha ez a kettős megérti egymást, akkor Ronaldónak itt nem nagyon lesz gondja, tudja csinálni ezt a klasszikus befejező csatárt, viszont a lényeg, amit akartam kérdezni, és ezt már nagyon régóta meg szerettem volna kérdezni egy Juventus szurkolótól, hogy Kedirában mi a jó? Kedira mit tud? Ez az, amit senki nem tud a szurkolók körében, tehát nem nagyon érteni, hogy miért ragaszkodik hozzá Allegri. Egyébként vannak olyan statisztikák, amiben kimondottan jó, de abszolút nem látványos a játéka. Hát, ha most már kiszorulna. Egyébként még visszatérve Asamoára, szerintem nem kéne őt így ledegradálni. Egyébként ragaszkodott volna hozzá a Juve, tehát hosszabbítani akartak vele. Tavaly egyébként nagyon sokat játszott, tehát Sandrónak bitang rossz éve volt, és nagyon sokat játszott Asamoa. Nem rossz játékos, én sajnáltam, hogy ő elmegy, de tény is való, hogy azért egy jó formában lévő Sandrót nem tud kiszorítani, illetve hát most ugye visszajött Spinazzola az Atalantától, még hogyha sérülten is, de ő azért szintén egy tehetségesebb, fiatalabb olasz játékos. Illetve így, ugye Cancelo. Cancelo, igen, ő még, aki szerintem nagyon nagy vétel volt, azért tavaly a liga egyik legjobb jobb hát a második felében így van, ott rájött, hogy tud cselezni, és beadni is, hogy ő is egy nagy erősítés, én azt gondolom. Igen, ott a védelem jobb oldalán egy nagy hiányposzt volt, ugye Alves megoldott a két éve, de tavaly ez a Lichtsteiner-Desilio kettős, ez nem volt az igazi. Nagy Gergelynek jött egy nagyon jó kedirás hozzászólása. Kedira az inverse Messi, senki nem tudja lekövetni, mert ő sem tudja, hogy mi fog következni. Ez így van. Egyébként Kedirát nagyon sokan szidják, de azért nem véletlen, hogy BL győztes világbajnok, és az a Real Madridban is nagyjából alapember volt, a német válogatottban is ember volt, a Juventusnál is az, tehát abszolút nem látványos a játéka, de azért nálunk okosabb edzők, ha berakják a kezdőbe, valami oka van, minden ezt nem tudjuk megfejteni, mert tényleg semmiben nem kimagasló, nem szerez sok labdát, nem ad kulcspasszokat, tényleg semmiben nem kimagasló, de valami oka van annak, hogy a Kedira az egy 2-8 éve top csapatokban folyamatosan alapembernek számít. Úgyhogy sérülékeny, ugye? Igen. Bocsánat, csak vele kapcsolatban kicsit az az érzésem, mint a Nagy Ádámmal idehaza, hogy is mindenki szidja, hogy mi nem játszik, meg passzív, meg mit keres egyáltalán szériában.
de azért megvan ennek is a szerepe. Tehát ő nem annyira látványos poszt, amit csinál. Viszont gólerős. Viszont gólerős, igen, gólerős. Tavaly elég sok gólt rúgott, talán 8 vagy 9. Igen, volt egy mesterhármasa is, nem? Vagy valami. Igen, az Udi nézve. Nagy Ádám is rúgott egyet, azt hiszem. Igen, majd Nagy Ádámra mindjárt kitérünk egyébként, kicsit fejezzük be ezt a Juventus történetet. Igazából ennek a Ronaldo dolognak én megmondom őszintén, nem csak azért örülök, mert nyilván a Real Madrid óriási gyengülésen ment keresztül a mostani nyáron, és senkivel nem helyettesítették őt, amivel szerintem azt nézzük, akkor a La Ligában gyakorlatilag két szereplősé vált a bajnokság, vagy az Atletico, vagy a Barca nyeri. De nem csak ez a lényeg, hanem az, hogy végre a futball nem arra lesz leegyszerűsítve, hogy Messi vagy Ronaldo. Ezt titeket mennyire zavart egyébként korábban, mert engem borzasztóan, hogy mindenki csak ilyen egyszerű volt a futball, hogy Messi vagy Ronaldo. Holott egyébként a futball szerint a művészet is sokkal több annál, mint hogy Messi vagy Ronaldo. Ezt egyet értek, abszolút. Igazából az elmúlt években, aki elkezdte a focit követni, fiatal srácok mondjuk, 90%-ok szerintem Barca vagy Real szurkolt, Messi vagy Ronaldo miatt, most talán ez egy picit meg fog változni. Talán most a mostani 10 éves focit kedvelő fiatalok elkezdenek majd olasz meccseket nézni, elkezdenek a Juventusnak szurkolni, egy kicsit talán átalakul ez a kettőség, ami eddig jellemezte a focit, ami 2010 előtt annyira azért nem volt jellemző, és az elmúlt években csúcsosodott ki ez a Messi-Ronaldo párharc, és nekik baromi unalmas volt szerintem. Én azért is örülök a Ronaldo szériába igazolásának, mert hogy itt azért elég jó védelmek vannak úgy hagyományosan, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mire képes itt Ronaldo. Tehát a La Ligában azért vannak olyan, tehát hogy ott a négy, mondjuk nagyjából négy nagy csapat mögött, ott azért elég nagy az űr, és ott azért elég sok gólt lehet szólni. Igen, meg ott a kis csapatok sem jellemző, hogy nagyon beállnak bekkelni, hanem ugyanúgy igen. Támadnak, azért itt egy kiévó nem fogja ezt a luxus meg. Valószínűleg egy Gobi nem fogja hagyni, hogy Mester 3-as ugyan Ronaldo. Igen, igen, és kíváncsi leszek, hogy mire képes, bár hát Juventus ebből a ligából is kiemelkedik, azért biztos, hogy itt beállnak védekezni. Na, erre nagyon kíváncsi leszek. Azért Ronaldónak a mai játéka már szerintem közel sincs ahhoz, mint mondjuk, amit a Manchesterben láttak, és itt hozzátenném, hogy azt a fiatalabb, ugye lubickoló Ronaldót talán jobban el tudtam volna képzelni szériába. Bár valószínűleg el is ment volna a kedve hamar, ilyen Monteirók meg Giulianók mellett. De ugye most az ő játék aztán totál megváltozott, tehát teljesen attól függ, hogy milyen minőségi kiszolgálás van mögötte. Hát tehát igen. Ő gyakorlatilag egy vérbeli befejező, és ha már ugye itt járunk, ez a Messi-Ronaldo, hogy mondjuk, tehát hogy ez a, ők uralták ugye az elmúlt évben, így van. Tehát ugye Ronaldo az gyakorlatilag tökéletesre gyúrta magát idézőjelben, még a Messibe ugye talán némi több tehetség volt alapból, születésénél, de hogy tényleg a Ronaldo az egy robot, tehát ő szerintem itt ugyanezt fogja csinálni. Nem az, hogy cipeli a labdát is öncélúan, hanem be fogja rúgni azokat a helyzeteket, ami mondjuk a Higany lábáról a 90. percben lepattant. Balázs, egy őszinte kérdés Ronaldóval kapcsolatban. Tehát mielőtt a Juventushoz igazolt volna, te milyen véleménye voltál róla? Nem mondom azt, hogy utáltam, nyilván nem is szerettem, inkább a csapatával volt nekem nagyobb gondom. Főleg itt ez a tavaszi meccs, ez nagyon betett nekem, nagyon negatívan hatott ki rám, és a Reállal kapcsolatos érzéseimre, úgyhogy úgy kimondott a Ronaldóval nekem soha nem volt bajom, de nem is voltam soha nagy rajongó, tehát így ilyen szempontból nem lettem most Ronaldo fan, hogy ide igazolt. Rendben. Máté Balázs, ezt neked irányítja ezt a kérdést, Vili, biztos vagyok benne, hogy melyik nagy csapatra gondoltál negyedikként? Ugye a Barca, Real és az Atletico egyértelmű, de ki a negyedik? A Valencia, a Sevilla, a Betis? Hát ezt csak úgy mondtam egy számot igazából, talán a Sevilla. Közép nagy csapat. Jó, akkor legyen három, okay. Csak igaza van. Oké, szerintem is három. Na, és akkor beszéljünk kicsit Nagy Ádámról. Ugye ő az egyetlen játékos, aki jelenleg a szériában futballozik, vagy nem futballozik. Ugye Vili, te a Nagykerú blogon csinálta is külön vele foglalkozó ilyen scouting műsort. Mi a véleményed? Ebben a szezonban több lehetőséget kap majd? Jobb lett volna, hogyha eligazol? Egyáltalán szériá szintű játékos a Nagy Ádám? Hát az első évében az volt, a második évben meg kikerült. De ez, ahogy a videóban is kifejtettük, hogy ott igazából azon múlt a dolog. Az öltözőben nyilván nem látunk be, azt nem tudjuk, hogy mi ment Donadoni és közte, de az első évben más típusú játékot játszott a Bologna,
egy ilyen sokkal több passzal, ilyen passzos, pozíciós játékos játékot toltak, amiben Nagy Ádám nagyon jól elfér, mert ott ő sokat forgat, meg labdát szerez, és tudja tovább passzolni. Viszont a második évében Donadonin váltott egy ilyen gyorsabb, kontrásabb, futós játékra, és abban Nagy Ádám nagyon nem jó. Tehát ő se sebességbe, se erőbe, ő ebben nem illett bele. Ő abban jó, hogy összeszedi, és akkor továbbadja a legközelebbi játékosnak, aztán mennyi csinálj vele valamit, meg a védekezésbe. Tehát ő nagyon, nagyon jól helyezkedik. Tehát a labda nélküli mozgásokban kiemelkedő a Nagy Ádám, legalábbis a többi adottságához képest. És hát ezt szívta meg, igazából kikerült a csapatból. Hát most ugye beszéltünk már Inzaghiról, ő lesz az edző a Bolognában. Attól függ, hogy ő mit akar. A Venéciában, a Serie B-ben ő nagyon védekező csapatot rakott össze, és bár ő csatár volt, ugye a Milánnál is próbálta először a védelmet összerakni, úgyhogy gondolom, hogy Bolognában is ez lesz a cél elsősorban, főleg, hogy nem egy élcsapatról van szó, ott is biztos, hogy ott lesz először, hogy megpróbálja a védelmet összerakni, és akkor hát talán arra tippelek, hogy inkább kontrázós játék lesz belőle, de hát meglátjuk. Attól függ, hogy melyik lesz, milyen stílusú játékot akar Inzaghi, meg hogy hogy jönnek ki, milyen a munkája. Én Nagy Ádámot azért nagyon szeretem, mert ilyen nagyon szerény, meg munkás játékosnak tűnik nekem, meg tudja, hogy mik a hibái, tiszta, intelligens, tudja, hogy miben kell fejlődnie. A kérdés az, hogy meg tudja ugrani ezt a kicsit magasra tett lécet, úgy látszik. Úgyhogy... igazából akkor azt mondom, hogy egy picit nagyobb szansza van, mint a tavalyi szezonban. Pont hát a csapat. Igen, szerintem tavaly elvesztette a Donadonival valami, megtörköztük, meg a játék stílusa ugyanaz volt, úgyhogy hát most új edző van, tiszta lappal lehet indulni. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyobb, hát biztos annál nem lehet nagyon kevesebbet játszani, mint tavaly játszott, úgyhogy gondolom többet fog. Reméljük. Balázs? Igen, kérdés az egyébként, én annyira nem követtem az ő játékát, még legfeljebb a Fradiból emlékszem rá, hogy egyáltalán fekszik-e neki az olasz stílus, mert ugye nem nagyon láttunk rá példát az elmúlt években, hogy bármelyik magyar játékos is megragadt volna, pedig azért voltak próbálkozók szép számmal, ugye Balognak sem sikerült a Palermo, pedig tudtuk, mikor aláírt, hogy ebből nem lesz jó vége, és nem is lett jó vége. Igen, Rudolf a másik ilyen, ő nagyon elcseszte, de hát volt még itt Fecesin, Vas Ádám, tehát azért voltak bőven próbálkozók, Koman Vladimir, nem jött be senkinek a szériá. Hát még a Vas Ádámnak úgy, ahogy egyébként. Igen, de a Koman Vladimirnak jobban, szerintem. Igen. Erre kitértünk egyébként a videóban is, szerintünk ez egyébként nem igazán, ez ilyen szeretik mondani itt Magyarországon. Ez annyi, hogy ez egy jobb bajnokság, ide sikerült eligazolniuk, itt nagyobb fordulaton kell dolgozni, többet kell dolgozni, tenni kell azért, hogy bekerülj a csapatba, és a magyar játékosok egyszerűen nem voltak felkészülve. Miért Angliába vagy Németországban sokkal több játékos futott be? Nem egy-kettő. Hát azért Bundesligában mégiscsak hát igen, jó, én ezt nem tartom igazából, és tök mindegy szerintem, hogy Szériá, vagy Bundesliga, vagy tehát a top bajnokságok között bármelyikben sokkal többet kell dolgozni, és szerintem ez volt a probléma a magyarokkal. Tehát, hogyha mondjuk a Szériá helyett a PL-be, vagy a Francia 1-be, vagy a Bundesligába kellett volna ezeknek a játékosoknak, akikről szó volt, megállni a helyüket, szerintem ott se állták volna meg, amiatt, mert a munkamorál. Igen, ez a szériára azért jellemző, hogy nem sok ifista, tehát ifistákat sem nagyon adnak ugye a csapatok, inkább vesznek játékosokat, kiszórják kölcsönbe őket, és szerintem az se tett jót az Ádámnak, hogy ugye ráhoztak egy Pólit, aki ugye még olasz válogatott is volt, igen, meg egy Donszát, ugye előtte viszont Donadoni számított rá, tehát szerintem ő egy kicsit így össze is zavarodott, hogy most nem csinált semmit máshogy, tehát ő nem azért volt fent, hogy kapura, hogy góra törő legyen, ugye ő pont ez a összeszedem, passzolom, ez az oldalpassz, ugye ezért is sokan szívják a vérét, hogy nem előre fele játszik, hanem csak ezeket az egyszerű oldalpasszokat teszi meg, de hát ő pont ez a fordítós játékos, úgyhogy egyszer csak kikerült a keretből, és utána kicsit szerintem magába is elvesztette a hitet, hogy
dolgozik, csinálja, ugye, amiről szól a széria, hogy mondtad is, és ő egyszerűen nem kapott lehetőséget. És sőt, ugye még azt vett észre, hogy hozzák rá a neveket, tehát 6-7 középpályás volt a felkészüléskor a Bolognába. Igen. És ő volt csak az egyik, ugye. Marci? Igen, Nagy Ádámra visszatérve még, hogy viszont azért óriási tisztelet neki szerintem, hogy a legtöbb magyar játékos, válogatott játékosokról beszélek, elmennek Kínába, Arab Emírségbe, Kazaksztánba, meg a lakatlan szigetekre focizni, és nagyon kevesen vállalják ezt a kihívást, amit Nagy Ádám vállal, hogy elmegy egy olasz kis közép csapatba, nem is kiemelkedő fizetése, mert ennyi pénzt valószínűleg Kínában is kapna, sőt többet is, és küzd a helyért. Ilyen játékos ma a magyar fociban, Nagy Ádámon kívül, talán egy Szalai, aki szintén vállalja azt, hogy a top bajnokságon megküzd a helyért, és nem megy el egy keleti olajpénzekből futó gazdag bajnokságokba lébet szólni. Hát ezért azt gondolom, hogy Nagy Ádám előtt ez egy óriási tisztelet az én szememben, hogy ezt a tavalyi évszezon után, tavalyi szezon rosszul sikerült szezon után sem menekül el onnan, hanem továbbra is küzd azért, hogy bekerüljön a csapatba. Hát rendben, minden esetre egyébként szerintem minden magyar érzelmű ember azt gondolja, hogy szüksége van egyébként a magyar válogatottnak egy Serie A szintű játékosra, ha ez Nagy Ádám, akkor Nagy Ádám. Egy másik játékos is van egyébként, ugye te már említetted, Balázs, ugye a Balog Norbi, aki most a Serie B-be játszik, vagy nem játszik, a Palermo-ba. Te tudsz róla valamit, Balázs? Ugye ő ex-lokista, úgyhogy talán hozzád a legközelebb. Hát neki voltak nagyon komoly gondjai a test felépítésével, nem volt megfelelő az izomzata, emiatt voltak neki különböző sérülései. Ugye az elnök az nagyon bízik benne, nagyon súlykolja, hogy ő az új Cavani. Sokszor lehetett ilyet olvasni, hogy az edzőket is megfenyegette, hogy már pedig játszatni kéne. Nem tudom, én nem érzem, hogy neki ez feküdne. Nem csak maga a bajnokság eleve, ez a Palermo egy játékos temető szerintem. Tehát féltettük őt nagyon, mikor eligazolt oda, be is igazolódott sajnos a félelmünk. Pont valamelyik nap olvastam, hogy az Apoel, azt hiszem, hogy... Igen, és nagyon úgy tűnik, hogy Ciprusra felé veszi az irányt, és megy az Apoelbe. Jó volt össze egyébként, tehát onnan dobbantania kell szerintem. Ott van Sallai. Így van. Jó, na akkor kicsit még az olasz bajnokságra rátérve, akkor azt megbeszéltük, hogy Juventus-szal mi a helyzet, beszéltünk a saját csapataitokról, de itt van még két csapat, akiről azért érdemes lenne beszélni, az egyik a Napoli, a másik a Róma. Mennyire veszélyesek ezek a csapatok, a saját csapataikatokat tekintve, úgy egyébként a bajnokságban milyen esélyeket sanszoltok nekik igazából. Kezdjük veled, Balázs. Igen, a Napoliról én már rejtettem szót, hát ott azért nagy mozgolódás most nyáron sem volt, mondjuk azért az edzőváltás, az arra nagyon kíváncsi leszek. Ancelotti nem egy olyan bajnokságnyerő típus, ő inkább ez a kupahalmozó, kupaspecialista szakvezető, de van egy jó keret, egy összeállt keret, amiből egyedül Jorginho, aki távozott, mondjuk ő elég nagy veszteség. De szerintem most idén rámentek arra, hogy kicsit mélyítsék a keretet. Ugye tavaly jellemző volt az, hogy szinte 12-13 játékossal játszották végig a bajnokságot, ugye lehetett garantálni az összes cseréjét Szárinak, mert egyszerűen nem volt más. Szerintem most tudtak mélyíteni a kereten, meglátjuk, hogy megint a kettős terhelés mellett és az új játékfilozófia mellett mire mennek, de szerintem ők tavaly ellőtték a puskaporukat. Marci? Napoli, szerintem a tavalyi évig voltak kiemelkedett ki, magasan jó, tehát nem hiszem, hogy még egyszer ennyire szezont tudnak futni, viszont cserébe valószínűleg a Bajnokok Ligájában azért tovább jutottak, mint tavaly, tehát tavaly szerintem csoportkörbe kiestek. Szerintem Sarri egyébként jobb edző, mint Ancelotti most már, és én azért azt gondolom, hogy a Napoli az idején nem a bajnoki címért fog küzdeni, hanem nekik a cél az a harmadik, negyedik hely megcsípése lehet. Főleg a Jorginho. A számodra oly kedves Róma. Igen, nagyon kedvelem őket. Hát valószínűleg a Róma is a harmadik, negyedik helyen fog. Én idejévét azt mondom, hogy Juventus bajnoki címet szerint, és az Inter várom a második helyre alapvetően. És azt gondolom, hogy a Róma, a Napoli és a Láció, és talán a Milán fog a harmadik, negyedik helyért küzdeni. Így előzetesen. Peti? Én úgy gondolom, hogy az Ancelotti visszatérés, én számítok valami újra az öregtől, hogy mutat valami váratlant, vagy lehet így mondani, talán ő a Napoli Ronaldója. Illetve hát a Verdit azért csak elhozták,
Tehát szerintem ott most talán még van bennük, illetve Ancelotti alatt én azt várom, hogy az Insigne az 20 gól körül fog rúgni. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de én azt mondom, hogy a Napoli inkább esélyesebb a második címre, és talán idén megszorongatja Juventust. Oké, Vili, meg közben annyit muszáj hozzátenni, hogy a Fiorentinát itt a cseten nagyon reklamálják, hogy nem beszélünk róluk, érdemes-e a csapat akár BL környéki, vagy Európa Liga esélyesként még emlegetni őt? Hát Európa Ligában abszolút. Szerintem igen, de nagyobb csapatokat szerintem nem nagyon tudják meg ilyen kerettel megszorítani. Viszont szerintem jól igazoltak amúgy. Igen. Hát a támadósoruk az teljesen rendben van egyébként. Piacát oda is engedett a Juventust, ugye? Kis igen, meg ennek szereztek ki nagyon tehetséges kapust, ugye Lafont, 19 éves. Igen. Őt most a új nagy ígéretnek tartják a ligán belül. Meglátjuk. Ott van Chiesa. Pioli. Simeone, igen. Szerintem a támadósoruk az rendben van. Ott még kevergethetnek elő. Hát ott a védelem szerintem elment a szűrő. Milenkovic jó játékot. Szerintem. Hogy a Fiorentina védelméből én a Milenkovicot emelném ki, aki tavaly szerintem az egész szezon egy nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtott. Nem tudom, hogy a Fiorentina szurkolók ezt hogy gondolják, de például én a Milenkovicot bármikor hoznám a Lációba. Hát ő a legértékesebb védőjük gyakorlatilag. És ő is nagyon fiatal, hogy jól tudom. A Pioli az edző, ugye? Igen. Igen. 7.-től 10. helyig. Igen, kicsit ilyen Ranier is, hogy összeszedi mindig a csapatokat, aztán... Szerintem a Fiorentinának nagyjából attól függ a jó szereplés, hogy meddig tudnak ebbe a streakbe lenni. Tehát, hogyha a Simeone elkapja, tehát hogyha megvan ez a kémia a csapatba, akkor ők képesek hosszú, jó teljesítményre. De ha ez megszakad, ugye, akkor viszont, tehát hogy ugye rövid a pad, nem nagyon vannak minőségi cserék, szerintem attól függ, hogy mennyire tudnak csapatként működni. Meg ugye ott egy Benassi, akit az interesek sirattak sokáig, hogy miért nem csináltunk vele bármit. Tehát vannak követékesek. Abban talán nagyon nagy szerepük lehet, hogy, mert ők meg tudnak egy meccsen szorítani bárkit, tehát nagy csapatokat, hogy kit fog a Fiorentina megverni majd, és akkor az dönthet sok mindenről elől. De úgy Bajnokok Ligája helyre szerintem biztos nem érnek oda. Rendben. Melyik csapatra érdemes odafigyelni egyébként, aki mondjuk a meglepetés lehet most a szériában? Szerintem egyértelműen a Parma. Biabianit leigazolták 16-odjára. Igen. Én az Atalantát imádom, ezt már sokszor, többször. Ők minden évben. Igen. Igen, ők meglepetés egyáltalán, hogyha az Atalanta mondjuk egy 7. helyet elér. Szerintem az a jelenlegi Atalantánál az a 7.-8. egy abszolút reális szélsőtőzés. Nem hiszem, hogy az meglepetés lenne a részükről. Igen. És az Atalanta is Atalant. Igen. Vili, hadd fejezze be a gondolatát az Atalantáról? Ja, csak annyi, hogy nekem a klub modell tetszik nagyon, tehát hogy nagyon sok fiataljuk van kölcsönadva, nagyon jók a scoutjaik, kiváló játékosok jönnek fel nagy klubokba, nálunk is már egy csomó atalantás, vagy volt atalantás, van Kessi ott játszik, Caldera is ott játszott egy csomó ideig, most is van egy nagyon jó csatájuk, aki szerintem irgalmatlan jó lesz majd egy pár év múlva, de már lehet, hogy ebben az évben is, és tehát nagyon, nagyon tetszik az a klubmodell, amit ők csinálnak. Nagyon jó az edzőjük, és jó focit is játszanak, tehát nem állnak. Ahhoz képest, hogy nem nagy csapat, középcsapat, ahhoz képest nagyon szépen is játszanak. Van egy-két ilyen öregebb Róka, Papu Gomez, aki nagyon tudja színezni a szélén. Szerintem ők nagyon szép focit játszanak. Ha jó olasz focit akartok, akkor ő meccseiket nézzétek. Balázs? Én is az Atalantát mondom, tehát hogyha lehet olyan csapat, amelyik úgymond beleköp a nagyok levesébe, és ebből 6 csapatról beszélek, akikről most kiemelten beszélünk, akkor ők lehetnek azok, akik mondjuk egy 5. helyet vagy 6. helyet megcsípnek. Tényleg kimondottan jó az a stratégia, amit követnek, és most is jól igazoltak. Úgyhogy, tehát meglepetésnek nem mondanám már azt tényleg én sem, hogyha a hétben vannak, de még akár előrébb is. És ők komolyan veszik az Európa Ligát, tehát ők mennek, mint az állat az Európa Ligában is, vagy 8-1-en nyertek idegenbe, se lehetezőben, meg tavaly is nagyon, nagyon jó. Mondjuk a hazai 2-2-t azt illet kijavítani. Igen. Hát aztán kijavították. Igen, akkor talán úgy lenne
hogy mondjam, tisztább a kérdés, hogy az újdonsült Serie A drukkereknek, akik mondjuk Ronaldót követik, ők kikre figyeljenek, hát az Atalanta az tényleg egy olyan csapat, amit érdemes nézni, mert tényleg Inter drukkerként meg pláne annyira, annyiszor borsot törtek, és gyönyörűen játszanak, gyönyörű az, amit felépítettek, tehát én tényleg az ötödik, hatodik hely szerintem nekik fix, tehát bárkit képesek megverni, akár idegenbe is, tehát ez a szörnyű bennük, ami ugye a legjobb is, hogy tényleg bármikor. Itt az adás végére érkezve kicsit beszéljünk arról, hogy a videóbíró ugye a Szíriában nem lesz a következő szezonban, holott mondjuk a Bundesligában már működik, ott már másik esztendő kezdő a ligában működik, a VB-n is ugye láthattuk ennek a működését. Ti hiányoljátok-e, örülnétek, hogyha lenne videóbíró ebben a szezonban már? Nem lesz, ez nekem új. Nekem is új, hát tavaly már volt. Tavaly volt. Óriási... Igen? Igen. Hatalmas. Az első bajnoksággal bevezették az olasz volt. A német együtt azt hiszem, ezért volt harasabb a Juventus győzelme. Nem, egyébként nagyon nagy sajtóvisszhangja is volt, mert nagyon sok rossz döntése volt a VAR-nak. Rengeteg. Igen. De összességében a VAR egyébként szerintetek erről elindíti-e mondjuk azt, hogy a szabályok betartása történjen meg, vagy inkább hát hátráltatja a focit, a folytonos játékot, mi a ti véleményetek? Én abszolút támogatom, szerintem. Lehet, hogy volt egy-két ilyen kirívó eset, de hogyha megnézzük százalékos arányban, erről volt is egy statisztika, és nagyon-nagyon sokat javított a pontosságon. Tehát, hogy persze vannak, vagy hát nem persze, nem szabadna ilyennek lenni, de egy-kettő van, ez felfújja a sajtó, viszont százalékosan biztos, hogy sokkal tisztább a játék, meg hát nem lett annyira tisztább szerintem sokkal. De erről egyébként beszéltünk sokat a semleges térfélben is, nekem ugye az a véleményem, hogy ezt kicsit szabályozni kellene, hogy meddig, mikor, mit nézzünk vissza. Nekem a kedvenc példám az még mindig a tavalyi Atalanta-Juve meccsről, amikor azért nem adták meg Mandzukic gólját, mert a támadás előtt 35 másodperccel Lichtsteiner arcon könyökölte a védőt, és visszafújták. Vagy volt egy Milán-Udinese meccs, ahol meg egy Kalinic gólt nem adtak meg úgy, hogy már megünnepeltette magát, és akkor utólag befújták a lest, tehát ott oké, az rendben volt, hogy befújták, csak ott is ugye ez, hogy mikor fújod vissza, tehát egyrészt elveszi ezt a feelinget, hogy most akkor örülje a gólodnak, vagy még várjuk meg, hogy még visszanézzék, ami nekem ez nagyon nem tetszik, ez, hogy nincs lefektetve az, hogy akkor meddig nézzük vissza, nincs az megszabva, hogy most egy gólnál visszanézzük-e két perccel korábbi faltot, illetve még mindig nagyon nagy szerintem a játékvezetőknek a befolyása, hogy most akkor mit nézünk vissza, hogy ez most kezezés volt, visszanézzük-e, ezt most nem nézzük vissza, még most is nagy az emberi tényező ilyen szempontból. Igen, talán kicsit mesterkéltnek tűnik nekem. Talán már az is segítene, hogyha azt mondanák, hogy na, négy lehetőséged van, mint kb. A NBA-ben, vagy időkérésre, tehát hogy van négy lövésed, és akkor használd a VAR-t, vagy nem használd a VAR-t. Tehát, vagy tényleg ez a kikérni, mint a teniszbe. Talán az több értelmet ad neki, mert így tényleg nem, tehát nem tudjuk, nekem az nem tetszik, hogy nem tudom, hogy honnantól varoznak, és honnantól nem. Most egy lerugás megnézik, vagy nem nézik. Büntetőt visszafújnak ünneplés után, vagy nem. Tehát a büntetőt is rugathatnak újra szerintem már lassan VAR-ra. Az egyértelmű, a túl technológiák. Ki kell fejlődni ennek, meg fog ez javulni. Németországban például úgy van, hogy Olaszországban az is vesz el időt nagyon sokat, hogy a bíró kiszaladgál az oldalvonal mellé, és akkor még kiszalad, ő megnézi külön, de mondjuk Németországban már úgy van, hogy bent ülnek a nem tudom, másod-harmad hegedűs bírók, és akkor ők szólnak a fülére a játékvezetőnek, hogy valami probléma volt. Azt várom, mikor jönnek a reklámok, miközben nézi a bíró a VAR-t. Igen. Jó kis NFL stílus. Így van. Marcinek is adjuk meg a lehetőséget a VAR-ra kapcsolatban? Én alapvetően azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog. Csak tényleg, hogy a többiek is mondanak, hogy le kéne fektetni a szabályokat, hogy akkor mikor nézzük vissza, mikor nem nézzünk vissza, mit nézzünk vissza, és egy kicsit azért dinamikusabban kéne menni, mert ahogy voltak olyan olasz meccsek, hogy mondjuk 5-10 perc ment el arra, hogy a bíró megnézte az egészet, és még a végén pedig nem is ítélt semmit, tehát ez így alapvetően azért a futball élményéből vett el, szerintem.
én már ebben a tévben annyira vonalhatok meg, én rendkívül videóbíró párti vagyok. Szerintem ez a rendszer most még úgymond ilyen kisiskolás korban van, de előbb-utóbb elírja a felnőtt kort, és kialakul egy sokkal, de sokkal jobb rendszer. Nem oldja meg a futballban történő összes szabálytalanságot, vagy téves döntést, ez biztos, de hogy javít a statisztikákon, ez legalább annyira biztos. Mindahogy az is biztos, hogy a ma estére véget ért a gólterápia. Nagyon szépen köszönöm Bődi Balázsnak, Vági Mártonnak, Görög Péternek és Nagy Vilmosnak a részvételt, hogy szakértettek a szériával kapcsolatban. És még egy utolsó körkérdés, tehát már utolsó utáni körkérdés szériával kapcsolatban. És csak egy számot kell bemondani majd. Ha sportszakmailag úgy tényleg a szériát nézzük meg, akkor hanyadik helyen áll most az európai ligák között? Megyünk szépen sorba, és aztán amit már csak búcsúzunk. Balázs? Második, harmadik helyre tenném. Szerintem a spanyol most minden tekintetben még kimagaslik. A Premier League-nek szerintem nagyobb a füstje, mint a lángja, meg több a pénz. A Bundesliga meg szerintem most inkább lejtmenetben van, tehát most már egyértelműen eléjük helyezném az olasz bajnokságot, úgyhogy én azt mondom, hogy második, harmadik hely. Marci? Szerintem is második. Spanyol, olasz, angol, német, nálam a sorrend. De még 5 évvel ezelőtt az olasz a 4. helyre lettem volna, tehát azért fejlődik a liga, szerencsére. Peti? A mennyei után abszolút második. Vili? Hát harmadik helyre tenném, de nálam angol, spanyol. És a Betzig. Igen. Hát nem szeretem annyira az angol focit, de szerintem elég jó a liga. Nos, az új nézőimnek mondom, hogyha gondoljátok, iratkozzatok fel, hasonló műsorokra mindenképpen lehetnék számítani itt a gólterápia tekintetében. Aki esetleg a magyar futballt is kedveli, annak ajánljuk Balázsral a Semleges Térfél című műsorunkat. Ott kifejezetten magyar fociról beszélgetünk, azt is megtaláltuk itt a YouTube-on. Hát ezen felül pedig olvassátok és nézzétek a Nagy Hero blognak a videóit, valamint, hogyha szeretitek a Lációt, akkor a Grande Láció blogot mindenképpen javaslom, és hogyha Loki szurkolók vagytok, akkor a lokiblog.eu-t nézzétek minden esetre. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt, és hogy köszönjük, hogy néztetek minket. Hát hajrá, magyar foci, és továbbra is csak ezt tudom mondani, és persze Barcelona. A többi srácok meg elbúcsúznak, ahogy szeretnének. Köszönjük sziasztok. A figyelmet, sziasztok! Sziasztok, köszönjük szépen, sziasztok! Borzaláció!